szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal, és valóban így van, olyan nagy a téma, hogy ezt áramlom a lehetetlenség befejezni, sőt, még igazándiból elmerülni benne sem lehet. Egyetlen egy dolgot ígérhetek meg, hogy a bevezetőt el tudom adni. Mert ennek az előadásnak a felvezetője fog ma elhangzani, és ha úgy gondolják, hogy ezek után még hajlandóak hallgatni a témát, meg legfőbbképpen engem, akkor majd megbeszélünk egy újabb időpontot. Az előadás Kárpát haza szent földrajzával foglalkozik, de van ennek az előadásnak egy sokkal szebb címe, egy magyar népdal két sorát kölcsönöztem előadás címül. Tettem ezt azért, mert ez a két sor voltaképpen mindent elmondani tudni kell a kárpáti magyar hazának a működéséről és a működtetéséről, és ha én ezt a két sort elmondom, gyakorlatilag haza is mehetnék, mert mindent fogunk tudni, amit tudnunk kell. Ez a két sor pedig így hangzik, azért olyan szép a világ, mert a szíve Magyarország. Miért van benne ebben minden, ebben a két sorban? Kezdjük az első sorral, és itt rögtön súlyos tévedéseket és félreértéseket lehet eloszlatni. Mert mit mond az első sor? Azt mondja, azért olyan szép a világ. Vagyis milyen a világ? Bármennyire rondának és csúnyának tűnik, hogy ha kinézzünk és ezt a mai valóságot próbáljuk megtanulmányozni, ennek ellenére mégis szép a világ. De mi múlik a világnak a szépsége? A világ szívén múlik a világnak a szépsége. Mert ugye azért olyan szép a világ, mert a szíve Magyarország. Tehát mi azt is tudnunk kell, hogy Magyarország a szíve. Vagyis Magyarországon múlik, hogy zárjuk most már tényleg rövidre ezt a gondolatot, Magyarországon múlik a világ szépsége. Ez olyan fontos gondolat, és olyan igaz gondolat, hogy még egyszer elmondom, Magyarországon múlik a világnak a szépsége. Azon múlik a világnak a szépsége, hogy Magyarország hogyan működik. Azon múlik a világnak a szépsége, hogy Magyarországot az itt élő magyar nemzet hogyan működteti. Tehát rajtunk múlik a világ szépsége. És itt föl kell tenni azt a kérdést, megteszünk mindent azért, hogy a világ szép legyen? Mert csak akkor mondhatjuk azt, széttárt kézzel, hogy fúj, de ronda ez a világ. Ha már mindent megtettünk a világ szépségért, és mégsem azt tapasztaljuk, hogy szép. De csak akkor tehetjük ezt meg. És ha itt van a világ szíve, és ez a másik nagy félreértés, amit el szoktam követni. Nem Európa szíve van itt, nem Eurázsia szíve van itt, sőt, még csak nem is a Föld nevű bolygónak a szíve van itt. Hanem, mert így fogalmaz a népdal, és a régiek nem hazudoztak, mint a mai politikusok teszik folyton folyvást. Mindig igazat mondtak. És ha ők azt mondták, hogy a világ szíve van itt, akkor ezt nagyon komolyan kell venni, hogy az egész látható világegyetemnek a szíve van itt. Éppen ezért kitüntetett bolygó a Föld mondjuk a világegyetemben. És éppen ezért kitüntetett élőlény az ember a világegyetemben. Mert a világ szíve. És ez a világ szíve éppen Magyarország. Na de ha a világ szíve itt van, és nem tudom miért csak akkor veszik sokan komolyan, ha őszentsége a Dalai Láma mondja ezt, hogy itt van a világ szíve. Mert ő amikor Budapesten jár, szinte első dolga fölmenni a Pilisbe, és amikor megkérdezik az újságírók, miért ment fel a Pilisbe, azt mondja, hogy imádkozni meg. És miért ott a Pilisbe? Hát ott van az a jó hely, Tibet. Már most nem nagyon engedik oda, mert ugye őszentség a Dalai Lámát, száműzve van onnan, mert önkéntes számüzetékre vonul. Na de miért pont a Pilisbe megy föl? És akkor ő elmondja, azért megyek föl a Pilisbe, mert itt van a világnak a szíve. Hát ő is nagyon pontosan tudja. És ha itt van a szív, akkor vajon hogyan lehet ezt a gyönyörűséges kárpáti magyar hazát működtetni? Milyen erőkkel, milyen energiákkal lehet működtetni ezt a gyönyörűséges hazát? Hát természetesen a szívbéli erőkkel. És a szívben milyen erők ugszanak? A szeretet erőt ugszanak. Itt van a nagy titok. Ezt a hazát kizárólag és csak is szeretet erőkkel lehet működtetni. Akkor tudjuk működtetni, ha megnyitjuk a szívünket, és minden magyar szeret.
bármilyen nehéz is legyen, mert vannak köztünk olyanok, akik jelen pillanatban szellemi elhomályosultság és egyéb elmebetegségek okán mindent elkövetnek a nemzet ellen. De akkor is szeretnénk kell egymást. Nincs más megoldás. És ha minden magyar szívében ez a szeretet erő munkál, akkor láthatjuk, hogy szebb lesz a világ. Addig azonban nem. Mert a kárpáti magyar haza feltámadása, bármilyen szomorúan hangolszik, nem politikai kérdés. Még csak nem is gazdasági kérdés. És lehetne sorolni. Lehetne sorolni. Ugyanis Magyarország feltámadása üdvtörténeti kérdés. És mivel üdvtörténeti kérdés, csak is üdvtörténeti sírmenet megoldani. Teljesen világos. Ezt nem a választások fogják eldönteni. Már csak azért sem, mert van egy kéz, és ne felejtsük el, ez egy kéz. Ennek a kézfőnek van két oldala. És ez az, amit így négy évente megfordítanak, ha éppen megfordítják. Most még arra se vették a fáradtságot, hogy megfordítsák. Az egyik oldala narancssárga, a másik oldala pedig piros. És már megvan osztva a nemzet, két fél része. Ha pedig fél, akkor fél. Fordíts, félelem, igazgat. És akkor, ha megvan osztva a nemzet, biztos ez az egyik oldal a másik ellen lódul, és a másik az egyik ellen lódul, akkor biztos, hogy senki nem a szeretet erejét valósítanak. És már győzött. Már győzött ez a láthatatlan kéz, aki ott mosolyog magában. Mert hogy megvezette ezt a nemzetet? És tudja építeni a világot. Malteros kanállal. Mert kőműves. És szabadságot épít. Olyan szabadságot, ami nem szabadság. De így nevezik. És pontosan ez játszódik be ebben az országban. Teljesen mindegy, hogy Paprika Jancsi vezeti az országot, vagy egy másik politikus. Teljesen mindegy. A baj persze az, hogy Paprika Jancsi ráadásul szívésen súlyosbeteg. Na mindegy, nem politikailag. Nem politizálunk, most megyünk tovább. Ha valaki ennél még többet meg akar tudni a kárpáti magyar hazának a működéséről és a működtetéséről, értelemszerűen a magyar címerábrához kell folyamodni segítségét. Ugyanis a címerábrák definíciószerűen azt mondják el sűrítve, hogy hogyan működik az illető terület, hogyan működik az illető haza, és hogyan kell működnie, hogy ezt működtetni tudja, az az illető nemzet, amelyiknek, és nyugodtan és egyre bátrabban ki kell mondani ezt a fogalmat, nem kell tőle félni, hiába sziszegnek az ellenségei. Ez az élettere ennek a nemzetnek. Élettere. Ez nem fasiszta fogalom. Ez nem náci fogalom. Ez rendes magyar fogalom. Mert a magyar nemzetnek a kárpáti magyar haza az élettere. Akkor is, ha az egyeseknek nem tetszik, és akkor is, ha az egyeseknek tetszik. Teljesen mindegy. Eljött ugyanis már az ideje, hogy ne idomuljunk már másokhoz. Ne azt keresgéljük, hogy neki mi tetszik és hogyan fogalmazzunk. Magyarul és egyenesen kell beszélni. Ha nem tetszik, meg kell vonni a vállat. Esetleg föl lehet kínálni, hogy ezen életteren kívül is vannak még más életterek. El lehet nyugodtan költözni. Ez a nemzet magyarul kell, hogy működhesse ezt a hazát, mert ez magyar haza. Ez magyar haza. Egyébként idegen nem is tudja működtetni, ez meg a másik. Na jó. Hát ennyi bevezető után, de ez nem a felvezető, ez csak a felvezetőnek volt a bevezetője. Hozzá kezdünk a magyar címerábrának az elemzéséhez. Nem véletlen, hogy itt nem a heraldikailag hivatalos és fontos címerábra szerepel a vásznon, ugyanis ez a címerábra, amely a magyar pásztorművészet közegében lett megfogalmazva, mégpedig paparogásként egészen konkrétan, sokkal többet tud elmondani, mert a magyar pásztorművészet az ősi képírásnak az utódja. Ugyanazt tudja, amit az őskori képírás tudja. Most keleten lennénk, azt mondanánk, ez egy mandala. A kárpáti magyar hazának a mandalája. Sűrítve minden fontos tudás benne. És kezdjük is el az elemzését. Ráadásul, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy én pont azt a pásztorművészeti címerábrát hoztam el, amelyel alá tudom támasztani az előadásomat. Minden egyes a magyar népművészetben megfogalmazott címerábra ezekkel a sajátosságokkal bír. És ha az ember szembefordul ezzel a címerábrával, azonnal megdöbben. Ugyanis valami olyan fontos sajátossággal találkozhat,
olyan fontos sajátosság néz velünk szembe, amely egyedülálló a művelődés történetben. Az egész emberiség művelődés történetében, mert nem tudok még egy ilyen párhuzamos címerábrát mondani, valamelyik népnek, vagy valamelyik országnak a címerábráját, ami ilyen tulajdonsággal rendelkezne, és mi ez? Egészen döbbenetes. Ennek a címernek emberi orcája. Na de mit jelent az, hogy egy címernek emberi orcája? Ez azt jelenti, hogy akkor a haza működtetése is ember léptékű. Ez azt jelenti, hogy akkor ennek a hazának a működésében és működtetésében olyan erők játszanak fontos szerepet, amelyek mit szolgálnak? Az emberré nemesedés szolgálja. Nemesítő erőket lehet itt megtapasztalni. És elég, ha csak a fizikaliság szintjén körbenézünk. Mert hol van a legtöbb gyógyforrás a kárpáti magyar hazában? Hol van Eurázsia legnagyobb édesvízkészlete? A kárpáti magyar hazában. Hol van a legellenállóbb génkészlete a haszonállat? A kárpáti magyar hazában. Hol van a legellenállóbb búza a világon? A kárpáti magyar hazában. Folytassuk. Teljesen felesleges. Minden erő az emberi léptéke és az emberi nemesedés szolgálja. Még rövidebben megfogalmazva, ami ide bekerül, viszonylag rövid távon emberi fog nemesedni, vagy pedig kiselejteződik ebből az életéből. És ha végig gondoljuk a történelmet, bizony ez a helyzet. Érdemes ennek fényében megvizsgálni, hogy miért más egy regáti románnak az egész mentalitása, bocsánat a példája, de az igazság, mint egy erdélyi románnak a mentalitása. Nem az eltérő történeti fejlődés, nem az eltérő gazdasági körülmények. Ezek nem szoktak annyira szerepet játszani a mentalitásban, hanem az, hogy az egyik a kárpáti magyar hazán belül van, a Kárpátok ölelésében él, a másik pedig azon ki. Ténylegesen ilyen erők működnek itt. És ha ezekre az erőkre rá tudunk hangolódni, egyre inkább emberi nemesedünk mi is. De még valamit jelent az, hogy itt minden ember léptékű. Az, hogy szó szerint úgy fog működni az ország, ahogy egy ember működik. És hogy működik egy ember? Hát minden ember azonnali kapcsolatban van a teljes világegyetemmel. A teljes világegyetemmel. És ez a működés három szinten zajlik, mivel ember léptékű működésről beszélünk. Maga a világ is három rétegű, de ezt önök nagyon jól tudják. Az ember is, mivel az ember Isten és a világ képmására teremtett. Szintén három szinten működik. Lesz egy szellemi működése, lesz egy lelki működése, és lesz egy testi működése. És ez nagyon szépen leolvasható ezen az ábrán. A lelki működés pedig, ami mindig energia természetű, hogyan fog lezajlani? Csomópontokba, és a csomópontokat összekötő egyenes vonulatokba fog szerveződni. És ez már teljes egészében a szemföldrajznak a tétele. Mert ami csomópont, ami energiacsomópont, ezt keleten csakrának nevezik, ezt fogjuk mi szent helynek nevezni a tájban. És ezeket a szent helyeket, ahogy a csakrapontokat vagy csomópontokat a meridián vonalak egyre finomabb hálózata köti össze, ugyanúgy a tájban is a szent helyek összeköttetésben állnak egymással. Ezeket az ösvényeket vagy útvonalakat pedig zarándó útvonalaknak, vagy mágikus ösvényeknek, vagy mágikus utaknak fogjuk innentől fogva nevezni. Ilyenek vannak, ilyenek léteznek, és ezen nemzet előtt áll az a feladat, hogy ezeket az utakat bejárja. Ugyanis csak azt tud eljutni egy magasabb szellemi létállapotba, aki ezeket az utakat nem csak befele járja, az nagyon fontos, ez alapfeltétel, hanem kifele is járja. Mert ami kint ugyanaz, mint ami bent. Nem lehet megúszni, hogy a kintet megtakarítom. Mert a kint az nem értéktelen. Hát a kint az ugyanúgy a szellemi erőknek a levetülése, mint a bent. Ami kint megjelenik, az mind szellemi erőből indult el. Csak ma azért van elanyagiasodva, mert a bűnbeesés és okán az egész természetet lerántottuk ide. És nekünk kell ezt visszavinni. A Teremtő Isten lába elé. És a Teremtő Isten anya lába elé. Mert nekünk magyaroknak talán még fontosabb is a Teremtő Isten anya léte, és a belőle áradó kegyelem és fényesség, mint a Teremtő Atyáé. Az ő lábuk elé, szent lábuk elé kell visszavinni. És akkor jogosan mondhatja valaki, most egy kicsit viccesen fogalmazok, hogy megfogta az Isten lábát. Mert ott van már a lába előtt.
ott már megfoghatja. De ahhoz vissza kell vinni az természet összes erejét, a természet összes képességét, a természet összes adottságát. Mert újra fényjé kell váltani, ami eredetileg is fény volt. Mert a természet eredetileg fény volt. A magyar nyelv ezt pontosan tudja. Világ, világosság. Nincs is miről tovább beszélni. Benne van a nyelvünkben. Ha szellemi szinten elkezdjük fejteni a működést, vagyis hogy én a szellemiségemmel, a szellemi erőimmel, mi mint nemzet, a szellemi erőnkkel hogyan tudjuk működtetni ezt a kárpáti hazát, rögtön valami nagyon fontosat megtudhatunk. Ugyanis milyen emberi orca nézik velünk szembe? Milyen emberi arculat nézik velünk szembe? Azt kell mondjuk, hogy az emberi kiteljesedésnek, az emberi létformának a legmagasabb szintje nézik velünk szembe. Mert miről van szó? Királyi minőségről van szó. Amikor az ember elér kiteljesedésének legmagasabb fokára, akkor elérte a királyi állapotot. Akkor az ő lelkében maga a Teremtő Isten akarata szólal meg. Ezt nevezi a régi hagyomány Isten királyi állapotnak. Ezt bárki meg tudja valósítani. Nem könnyű, nagyon nehéz az út, de a magyar népmesék föltárják, hogy milyen erőket kell mozgósítani, és milyen úton lehet eljutni eddig a királyságig. Ez tényleg egy szellemi út, mert nézzük meg, hogy ez a korona hogyan került a fejére ennek az emberi orcának. Hogyan került a fejére? Rátette valaki? Nem. Szinte a fejből nő ki, nézzék meg. Közvetlenül a fejből nő ki. Vagyis milyen korona lesz ez? Szellemi kisugárzás eredménye lesz. Ez a mi, ez a magyar nemzet szellemi kisugárzásának az eredménye. Ez teljesen más, mint a nyugat-európai királyságok, ugye értjük? Ott nem szellemi kisugárzás eredménye a királyság, hanem közmegegyezés eredménye, mondjuk. Ezt nevezik alkotmányos monarchiának. Nekünk ez semmi közünk az égvilágon. Itt egy szellemi királyságról van szó. Egy Isten királyságról van szó. Mert az ember kiteljesedésének legmagasabb foka, micsoda? A személy. Nem a személyiség, vigyázni kell, hanem a személy. A nyugati pszichológia összekeveri ezt a kettőt. Azt hiszi, hogy a személyiség a legmagasabb forma. Ez egy nagy tévedés. Ezt nevezik nyugaton ilyen szép szóval individualizmusnak. Mert nyugat abban csodálatosan nagy, hogy még a, már bocsánatot kérek, de még a szart is be tudja csomagolni olyan csicsás csomagolásba, hogy ezekben a nagy mamut áruházakban mindenki leemeli a polcról. És amikor hazamegy, kiderül, hogy hoppá, mit kaptunk. Leúszhatjuk a WC-t, mert annyit ér. De hogy milyen gyönyörű csomagolásra volt. Hát az fantasztikus. Na most ők minden, voltak éppen minden ilyen szinten van náluk szegényeknél, becsomagolnak ilyen csodálatos csomagolásba. És a személyiséget ilyen szépen nevezik. Individu. És ez az individuum áll a társadalmi szervezés tetőpontján. Igen ám, csak hogy tudni kéne, nem a személyiség az elsődleges, ezt honnan lehet tudni? Onnan, hogy amikor eljön a kaszás valakért, mert mindenkire eljön a kaszás a legdemokratikusabb létezés mint a világban. Mindenkiért eljön. És mi fog abban a pillanatban elpárologni, mint a víz a fogtából? A személyiség. Megmarad valami a személyiségből? Ugyan már kérem. És ekkor éri az illetőt meglepetés, mert azt hitte, hogy ő személyiség. Egy fészkes felé. A személyiség az erők összessége. És ezek az erők kiből, miből áradnak ki? A személyből. Mert van személyesség, és van személyiség. Okozati kapcsolatban van a kettő egymással. Mert ez a bennünk lévő Teremtő Isten, az abszolút személy. A végső személy. Ez a személyesség marad meg a halál pillanatában. És megy tovább aztán, a köztes létbe. Mert ez az Isten. És mi a sátán? A személytelenség. Fontosan lehet. Ez a két erő áll egymással szemben a világban. Végső elemzésben. Csak egyet kell tudni. A személytelenség nem önálló létező. Hanem a személyesség hiánya. A sötét nem önálló létező. Hanem a világosság hiánya. Ezért mit kell tenni vele? Át kell világítani. És abban a pillanatban megszűnik. De abban a pillanatban. A személytelenséget személyességgel lehet megszüntetni. Milyen ez a mostani társadalom? Személyes vagy személytelen? Személytelen. Nagyon jó, így van, hát persze, hogy mindenki tudja. A személyes világnak mitosza van. A személyes világnak mitikus története van. A személytelen világban, mivel nincs nemzet, a nemzetet lefokozták személytelen tömeggé, ezért nincsen mitikus történelem, és nincsen költészet sem, hanem micsoda van?
Hát úgy szokták mondani, a tömegnek egy valami képessége van. Nagyon nagy hangja van, és nagyon jól tud ordibálni. Továbbá 4 évenként el tud menni a tömegdemokráciában szavazni. A csőcselék demokráciában, a szabad körülves demokráciában. Ahol úgy is úgy szavaz, mert ilyenek a lehetőségek, ahogy ők akarják odafel. Ugye világos? Ha mégse jön össze a játék, akkor meg 8 órakor beindítunk egy olyan programot, ami aztán 10 órakor lebontja magát. És nem lehet utána kezdeni. Csaltunk? Persze, hogy csaltunk. Hát arra szerveződik az egész létünk. Az egész magyar baloldal létet csalásra szerveződik, a kezdetétől fogva a mai napig. És mégis hisznek nekik. Már ez a tömeg. Ez a tömeg viselkedése. Mert a tömegnek nincs költészet, és nem tud magasabbra lépni szellemre. És nem tudja a mitikus történelem vonalán, őt történetnek is lehetne nevezni, a világot vizsgálni. De nekünk tudnunk kell, mert ez a nemzet másképp nem fog megmenekülni. Igenis van mitikus történelem, és van mitikus földrajzunk. Ez a szent földrajz. Na menjünk tovább, milyen korona nő ki ebből a szellemi kiteljesedésből? Egészen döbbenetes. Mert ha a képjeleket végigolvassuk, itt a kisugárzásnak a képjeleket. Látni ezek a kis majdnem függőleges vonalták, ez a kisugárzás képjelei. És mi van a kisugárzás képjeleinek végpontján? Ezeket úgy szokták nevezni, ezek a kis gömböcskéket, hogy gyöngyök. Ezek a gömböcskék gyöngyöket jelképeznek. És mit jelképez a gyöngy? Hát sok minden lehetséges, tehát az értelmezésben sok minden lehetséges, és meg is kell szokjuk, hogy az összes lehetőséget figyelembe kell voltak éppen vegyük. Na persze nem 3 óra időkeretben, mert az képtelenség. Kezdjük a legfontosabb értelmezéssel. Két értelmezéssel, mert a gyöngy 2 dolgot jelent első körben. Ez a 2 legfontosabb jelentése. Hogyan nevezik a gyöngyöt? Mindenki tudja. Igaz gyöngy. Miért nevezik igaz gyöngyöt? Mert az igazságot jelképezi. És még minek a jelképe a gyöngy? A fénynek, a világosságnak. Ennek a kettőnek. Ki az, aki azt mondja, én vagyok a világ világossága. Ki az, aki azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus. És ki az, aki ebben a kezében így módon gyöngyöt tart? Jézus Krisztus. Ugyanis Jézus Krisztus nem az ómega jelet mutatja. Teológián ezt így tanítja. Az utolsó ítéletre hívja fel a figyelmet. Ez lenne az ómega jel. Ugye mindenki látja, mától tessenek tudni. Ez a görög ABC utolsó betűje. Azt nem tudom, hogy az alfát hogyan kéne mutassam. Nem is tudom. Tényleg nem. De azért valamit hagyj jegyezzek meg a teológia számára. Jó, tényleg legyen ez az ómega betű. De akkor ez azt jelenti, hogy görögül beszélt Jézus Krisztus. Biztos, hogy görögül beszélnek. Honnan tetszik tudni? Nem az omegát mutatja. A magyar szent koronában is ott van a hiteles ábrázolás. Az ős képi ábrázolás. És ott van az újjai között a gyöngy. Meg lehet figyelni. Mert ő az igazságra és a világosságra hívott. Figyelmet, a kettő egyébként valahol ugyanazt jelenti. Mert aki el akar jutni a megvilágosodásig, annak az igazság útját kell követni. És ha eljut valaki a megvilágosodásig, ezt más szóval úgy lehet mondani, hogy megigazul. Minden cselekvésében az igazság ölt testet. Ez a testre töltött ige. Maga a testre töltött ige. Igen ám, de hogyha ez az igazság koronája. Itt meg kellene állni egy pillanatra, mert a jelenések könyvében ez elhangzik. És az utolsó időkre eltétetett néked az igazság koronája. Itt van az igazság koronája. Nem mellé beszélik, itt van. Melyik hazának a címein van az igazság koronája? A magyar hazának a címein van. És innen már döbbenetes tovább gondolni a kérdést. Döbbenetes. Valami Gellert kapottam, műszövetségi hagyomány. Egyet mindenképpen. Azt, hogy hozzácsatolták az Ószövetséghez. Ez nagyon nagy hiba volt. Hozzácsatolni egy olyan zsidó Ószövetséghez, amelynek az istenképe nem egyezik az Új Szövetség istenképével. De még a neve sem. Mert az a név, amit ott Jákvénak neveznek, pontosan lehet tudni, a sátán neve. A sátán. És fénykorona. Igen ám, de ha ez fénykorona, akkor milyen korona?
hát azt már mondtuk, hogy az igazságkorona. Ez a korona fényből van. Akkor ez egy örök korona. Ez egy örök korona. Mert ami fényből van, az örök. Az egyetlen, ami igazán örök a világban, az a világosság, a fény. Ezért kell nekünk fényé válni. Akkor nyerjük el az örök életet. Ezt a fénytestet ismeri a hagyomány. Feltámadott testnek nevezik. És Jézus Krisztus erre hívta föl a figyelmünket. Emberek! Hát van lehetőségetek elnyerni a fénytestet, az üdvözlő testet. Csak egy valamit kell tudni. Én vagyok az út. És még valamit kell tudni. Új parancsot adok néktek. Mától úgy szeressétek egymást, mint hogy én szerettelek benneteket. Ez viszont azt jelenti, hogy nincs 10 parancsolat, ugye világos. Erre azt szokták mondani teológusok, na de bocsánat, hát ki teljesítette a törvényt. Erre pedig azt kell mondjuk, na de bocsánat, olvastam én az apokrif evangéliumok valamelyikét? Abban maga Krisztus mondja, nem kiteljesíteni jöttem, ő beteljesíteni, így szoktak fogalmazni, nem beteljesíteni jöttem, hanem eltörölni. Ezek nagyon súlyos szavak. De ez az igazság. Ez az igazság. Egyébként a szeretet törvénye sokkal magasabb szinten áll történetileg, mint a 10 parancsolat, akármelyik parancsolata, még ha együtt nézzük akkor is. Az csak egy morális szint, a szeretet pedig egy üttörténeti szint. Ott csak egy messiás van, itt pedig egy megváltó van. És a megváltó mindeneket megvált. A messiás pedig csak a kiválasztott népe. Az sem megváltja, hanem politikai uralkodóvá teszi a világot. Azok fölött, akik nem tartoznak hozzájuk. Akiket egyébként golyóknak neveznek. És ott van, vaspálcával fog uralkodni. Elolvastuk? A nemzetek fölött. A nemzetek az a golynak a szinonimája az Ószövetség előnyomban. Ott fog uralkodni a nemzetek fölött. És ez nagyon közel van. Nehogy valaki azt gondolja, hogy 2-3 generációra. Rajtunk fognak uralkodni. Mert az az igazság, hogy már uralkodnak is. Csak ez még jobban ki fog teljesedni. Most még eljátszák nekünk, mert ők is komolyan veszik azért a forgatókönyvet. Eljátszák még nekünk Armageddont, egyesítik a népek hadseregét az úgynevezett Szentföldön, és majd utána bedobják a messiásokat. Ez a szép új világ. Meg lehet várni. Én nem szeretném. Éppen itt az időt tegyünk ellene. Csak nem úgy kell tenni, nem az ő módszereikkel, nem rakétákat kell lövöldözni, nem tankokat kell bevetni, mert ez a sátánnak az eszköztára. Innen kell kiindulni az új világon. Mert ezt nevezik bárkának. A hagyományban ez a bárka. Nem egy fából ácsolt hajó. Bár ami kint, ugyanaz, mint ami bent. De itt van a bárka. És az is ott van, hogy ezt az örök koronát, vagyis az örök királyságot, és ezt hangsúlyozzuk meg itt. Milyen királyság a magyar királyság? Az kiderült, hogy királyság. A vén királyság, örök királyság, Isten királyság. Ez, amit most elmondtunk, ez maga a magyar szent korona tana. És maga a magyar szent korona jogállása, amely egyedülálló szintén a jogtörténetben és a művelődés történetben. És milyen a korona? Milyen erő? Emlékezzünk csak vissza, személyes? Bizony személyes. Hát így szólították meg ünnepséggel a magyar szent korona. Hát Papp Gábor állandóan erről beszél nagyon helyesen. Nem tárgy, főleg nem svájci sapka, de még csak nem is sáv ez beti. Ő felsége a magyar szent korona. És sírtak az emberek, amikor kivitték ebből az országból. És sírtak, amikor behozták, és harangoztak az egész országban. Mert ez a magyarság megtartó ereje. Mert ez egy örök királyság. Egy örök királyság. Ez még valamit jelent. Mivel törvénysértés nem alapít jogot a magyar szent korona tanértelmével. Ami 1944 óta itt történik ebben az országban. A mai napig bezárólag. És ezt megint nagyon határozottan kell mondani. Törvénytelen. Törvénytelen. Törvénytelen a mostani kormány. Teljesen törvénytelen. Nem azért, mert egy idióta bejátszotta magát miniszterelnöknek. Nem ezért törvénytelen. Törvénytelen, mert a magyar szent korona tana és jogállása érvényes. Senki föl nem függesztette. Ők a törvénytelenek. Törvénytelen minden párt alakulat. Minden intézkedés. Törvénytelen az alkotmány. Nyugodtan megtehetnénk, hogy a holnapi naptól egyiket sem vesszük figyelembe. Teljesen törvénytelen minden közhatalom ebben az országban. És ennek a nemzetnek egyetlen lehetősége van a feltámadásra. Ezért nem politikai kérdés.
nagyon-nagyon gyorsan vissza kell állítani, amit meg se szüntettek, a magyar Szent Korona érvényét. Ez az egyetlen egy lehetőség van. És az összes pártot el kell oda zavarni, ahonnan jöttek. Az ördög zsákjába. Mert odavalók. Teljesen mindegy, hogy azt mondja magáról, hogy jobboldali, vagy azt mondja, hogy baloldali. Ennek egyébként nincs is értelme már. Még politológusok is mondják, az okosabbja, hogy nincs értelme. Teljesen devalválódtak ezek a fogalmak. Ez az egyetlen lehetőség. Itt van a címered. Ordít erről a címerről. 100 éve faragta bele a pásztor ember. És nem vesszük komolyan. Csak ő működtetheti a magyar hazát. Csak a királyság. Miért? Mert itt van a világ szíve. És a világ szíve és a világ királyság, mert így nevezik a hagyományban ezt a királyságot, világkirályság, világkirály arculat. Ez ilyen szorosan tartozik egybe. És azt is tudni kell, hogy a világkirályság akkor szűnik meg, ha a nemzet eltávolodik a szívtől. A szív működtetésétől. Ha mi egészen más erőket kezdünk el követni. És ha mi egészen más erőket kezdünk el követni, és távolodunk a világkirályságtól, és távolodunk tényleg a szívtől, akkor mi történik? Minden elkezd leromlani. Milyen lesz az éghajlat? Értsük már meg, mi vagyunk a felelősek ezért az éghajlatért. Ezért az időjárásért. Mi vagyunk a felelősek az egész Földért. Mi vagyunk a felelősek minden más népért. Ezt kéne végre megérteni, és nem marni egymást. Fel kell világosan tenni a kérdést. Ki az, aki ezért tenni akar, és az belünk van. Ki az, aki nem akar tenni. Az menjen innen, de nagyon gyorsan. Van útlevele viszontlátásra. Ha meggondolja magát, persze visszajöhet. Ilyen egyszerű, csak magyarul kéne már beszélni, és tisztességesen egymás szemébe nézni. És nincs nagyon sok idő hátra. Nagyon határozottan el kell kezdeni, már holnap reggel. De még ma este. És az is látszik, milyen vallás alakulat tartozik ehhez. Ugyanis ha ez egy örök korona, akkor ott rajta kereszt az milyen vallás alakulat. Ez természetesen kereszténység lesz. Nem lehet melljük beszélni. Ahol a kereszt megjelenik, ott a kereszténység jelenik meg. De ha ez egy örök korona, akkor milyen lesz a kereszt és miből lesz? Ha a korona fényből volt, miből lesz a kereszt? Fényből lesz természetesen. Milyen vallás alakulat? Fénykereszténység. Örök kereszténység. Most itt megint foghatna egy teológus a fejét. Az, hogy örök kereszténység. Hát kereszténység mióta van? Amióta a Szentléleket kitöltötték az apostolokkal, és elindultak az apostolok tanítani. Tényleg? Jézus Krisztus mit mond? Én vagyok a kezdet, én vagyok a vége. Márpedig Jézus Krisztus vallásáról beszél, vallás alapjáról, nem? Ha pedig ő a kezdet és ő a vége, akkor ez egy milyen kereszténység? Örök kereszténység. És rögtön azt is lehet tudni, nem azonos a római kereszténséggel, nem azonos a bizánci kereszténséggel, de még a pravoszláv kereszténséggel sem. Hanem fölött áll. Fölött áll a görögnek, fölött áll a latinnak. Ezért van a Szent Koronán ez a két nyelv. De a Szent Korona egyesíti ezt a kettőt, és fölött áll. Mert ennek a kereszténységnek a forrása, ez a fénykorona. Az az angyali korona, amely az égből szállt alá. Igen ám, de kitől kaptuk ezt a koronát? Két lehetőség van. Mert konkrétan meg lehet kérdezni, hogy a magyarok kitől kapták. És föl lehet úgy is tenni a kérdést, hogy az emberiség kitől kapta. Mind a kettőre tudunk válaszolni. Kezdjük hogy azzal, hogy az emberiség kitől kapta. A szíreknek van egy nagyon szép keresztény hagyománya. Kincses barlang címen lehet elolvasni. Magyarul is olvasható. És abban van egy mozzanat. Egy bizonyos vallás alakító személyiség, aki nem kevesebbet, mint a mágus vallást alapította meg a hagyomány szerint, és ez nagyon sok forrásból el lehet olvasni, és ezek a források találkoznak. Tehát biztos, hogy így van. És mellékesen Zaratusztrának, vagy más néven Nimrodnak hívják, mert azt is lehet tudni, hogy akit a történeti hagyomány, a vallástörténet Zaratusztraként ismer, annak volt egy másik neve Nimrod. Nekünk ez egy sokkal többet mondó név, hiszen a saját ősatyánkról van szó. Ez a Nimrod kilova volt a pusztában. Az is sokat mond, hogy lova volt. Lova volt, nem gyalog ment ki. Nem kocsival ment ki, lova ment ki. Meglátott az égen, a csillagos égbolton egy koronát. Rámutatott és azt mondta, nekem az a korona kell. A szolgák nagy bajba kerültek, hogy hozzák el azt a koronát. És ekkor mi történt? Szó szerint egy csoda. Angyalok lehozzák a koronát. Nimrodnak.
és azt mondja a szír hagyomány, ezzel ő megalapította a világon az összes királyságot, mert ő volt a világ első királya. Tőle ered minden királyság. Angyali korona is királyság. A művelődés történet hány angyali koronát is már? Persze, hogy egyet a magyar szent korona. Ez a magyar szent korona őskép. Az a fénykorona, ami ott van. Itt a címen, a tetején. De úgy is föl lehet tenni a kérdést, hogy kitől ered a magyar királyság. És akkor Zrínyi Miklós kell itt idézni. Következő írja. A magyarok örök, soha el nem múló koronát. Igazán mondtuk. Örök, soha el nem múló koronát. Örök, soha el nem múló királyságot. Igazat mondtuk. Örök, soha el nem múló királyságot. Most van a legszebb mondat számomra, mert ettől boldogok kell, hogy legyünk, és innen boldogan kell távoznunk. Bármi hangzik el, akkor is boldogan kell távoznunk, mert soha el nem múló örök országot. Ez az ország nem fog soha elmúlni. Nem fog, higgyék el. Csak ha jól teszik a dolgokat, átkerül máshova. Átkerül máshova. A Csontvár is megírta. Ez az ország átkerül máshova. És legyünk ezen, hogy átkerüljön. Mert ha itt marad, akkor lesz igazán nagy baj. Mert az a föld kerül nagy bajba, ami itt marad. Az az új föld és az az új ég, amit Krisztus ígért. Ez nem kerül baj. És ez az ország kerülhet az új földre és az új égre. Aki nem hiszi, járjon utána. Tehát örök országot kitől kapott ezt a hármat? Az első királytól. A magyarok első királyától. Teljesen logikus. Kitől lehet egy királyságot? Örökök az első királytól. Hogy hívják ezt az első királyt? Nem, az a világ királya. A magyarok első királyának az a neve, hogy Attila. Ezt maga Zrínyi írja le, de minden más hagyományból is lehet tudni. Már kezdjük beazonosítani, hogy ki nézik szembe vele. A világ királya arca. Nimrod, Attila, Jézus Krisztus. Őket hármukat már láttuk. Így van? Itt van? Itt van. Még egyet azért szívesen megemlítenék, hát ez a három óra nagyon behatárolja a dolgokat. Van még egy világkirály arcolat, akivel éppen az ószövetségi hagyomány nyomán számot kell vetni. Egyébként, ha Nimrodnál és Attilánál tartottuk, nem árt elfelejtsünk, hogy ez ugyanaz a vonulat. Ezt a Talmudból lehet tudni. Maga a Talmud írja le, abban a részben, ahol a musvéti szokásokat és parancsolatokat írják le a zsidóknak, hogy kitől ered Szűz Mária. Ők nem Szűz Máriának nevezik, legszívesebben a szüzet hagyják el előle, és Miriamnak nevezik, mert héberül Miriam. Nagyon csúnyákat írnak róla, és Jézus Krisztusodottól is. És mit ír a Talmud? Azt, hogy Szűz Mária Nimród leszármazottja. Nimród leszármazottja. Vérségileg ugyanabba a vonulatba tartozik Jézus Krisztus, mint Attila. Ugyanabban. Nem én mondtam. Ők mondták. Egyébként ez a bajuk vele. Pontosan ez a bajuk vele. De azért ne felejtsük, hogy Jézus Galileából jön. És Galilea honnan kapta nevét? Galilea gólyú. Mit jelent? A gólyok földje. És azt tudjuk, hogy a gólyok földjére tilos volt belépni a zsidóknak. Miért? Azért, mert tisztátalannak tartják a gólyokat. Talmudban úgy írnak róluk, hogy szamarakat. Tehát kedves jelenlévők maguk a Talmud szerint szamarak. Nem emberek, szamarak. És tisztátalan. Na most, ha Galileából jön Jézus Krisztus. Egyébként ez még az apostolok idején is probléma volt például, ugye. Volt egy olyan apostol, aki azt mondta, hogy hát azért nem lehet Jézus Krisztus a megváltó, mert le van írva, hogy Galileából nem jöhet messiás. Ennyire zárt terület, és nekik idegen terület volt Galilea. Egyébként a 12 apostol közül volt, akiknek 11 galileai volt, és egyetlen egy volt csak nem galileai, őt neve szerint is úgy hívják, hogy zsidó, és a Júdás ezt jelenti, hogy zsidó. Úgy is viselkedett. Pontosan úgy viselkedett. Még egy világkirály arculatot nevezzünk meg. Mi történik akkor, amikor Ábrahám végre nagy nehézségek árán, és ne felejtsük őt, pátriárka, ősatya, eljut Jeruzsálembe. Puszta van ott? Nem. Ebből kifolyólag a zsidók nem alapíthatták Jeruzsálemet, bármennyire ez van a történelem könyve. Ugyanis kijön valaki, egy király. Kinek a királya jön Ábrahám? Jeruzsálem. Jeruzsálem mit jelent, ha magyar rád fordítjuk? Szent Sólyom városa. Szent Sólyom városa. Ugye, Hieros Solyma, Hieros görög eredetű, tehát görög szó, azt jelenti, hogy szent.
ez a város a solymok röptetésére építette rá a maga liturgiáját. Ugyanis azok a népek, akik alapították Jeruzsálemet, a téli napfordulón szent solymok röptettek. Ennek a szent solymnak több neve is volt, nevezték turulnapos. Ugyanis ez a turul, vagyis szent solyom, az újjáéledő naperőt jelképezi. De nevezték kerecsennek is. Ismerős? Milyen ünnep van téli napfordulón? Karácsony ünnepe. Mert nem szláv eredeti szó. Egyébként nevezték kavasolónak is. Nagyon érdekes, hogy a Közel-Keleten ezt a szót különféle hangalaki változatokban, kaba, kába, csaba, csabajót, csabael, mindenhol, akár egyiptomi, akár szíriai, akár iraki, mai iraki, tehát mezopotámiai hagyományt vizsgáljuk, mindenhol a megváltót jelenti. Orbola János, amikor visszaolvassa a piramis szövegeket a halottas könyvnek ugye a szövegét, magyarul hangzósítja ezeket a hieroglif jeleket. Mit fedez föl? Külön fejezetet szentelt a könyvében. Érdemes elolvasni, csillagszoba. Út a szakkarai piramis feliratok magyar olvasatához, ez az arcú. Hogy ez a szó, amit ő úgy hangzósít, hogy Csaba, minden esetben a megváltónak a szinonimája. És ki az, aki visszajön a csillag és fénye? Már meg sem lehet kérdezni. És megszabadítja a népét. Nem döbbenetes? Erre mondja a Héber, hogy aki a pantokrátor, a csillagoknak az ura, csillagseregek élén, ezt mondja a zsidó hagyomány, visszajön és megszabadítja az ő népét, úgy hívják, hogy Csabajót. Hát itt nem lehet másra gondolni. És az égről jön és leesik, csillag esik földre. Hát ne felejtsük el Attilának az utódja Csaba. És hogy nevezik azt a csillagot, ami leesik a földre a mohamedán hagyományban? Kaba, vagyis Kába, az ugyanaz a szó. Egy fekete vasmeteorit. Ezt tisztelik. Egyébként még nem volt Mohamed proféta, addig is volt vallásuk szerencsétleneknek. Ez volt a kaba vallás. Így hívták ugyanis szó szerint, hogy kaba vallás. Már nem mondták a vallást magyarul nyilván, de ez kaba vallás volt. És ebből a vasmeteoritból mit csináltak mindenhol a Földön? Tudjuk, hogy mit csináltak? Ebből olvasztották ki azt a vasat, amelyből kardot készítettek. Ismerős, csillag esik földre, jött éve csodáknak, és kitartja kezében ezt a kardot Attila. Bezárult a kör, nem is kell tovább menni. De idő sincs rá, mert ez egy másik előadást kéne lehet. Nagyon fontos. Hát erről az örök királyságról még annyit, hogy Jeruzsálem királya is ilyen örök király. De ne felejtsük el, azt mondtuk, a Szent Sólyom városának királya. Egyébként Melkiszédeknek hívják. Ábrámnak így mutatkozik be Héberül. Én vagyok Melkiszédek. Mit jelent Melkiszédek magyarul? Az igazság királya. Miről beszéltünk? Pontosan erről beszéltünk. És ha mi a Szent Sólyom helyett azt mondjuk, hogy ő a Turul királya, akkor egy nemzetséget is elindíthatunk akár. Mert melyik volt a Turul nemzetség? Az Árpád-házi királyra láncolta. Az a láncolat, amely vérségileg ugyanoda tartozik, ahol a Jézus Krisztus, mert Nimrodtól indult. Ugyanúgy Nimrodtól indult. Ez a mi történelme. Milyen történelme? Üt történelme. Csak nem merjük elhívni. És jön egy francia kutató, és neki kell fölhívni a figyelmünket. Azért ez elég nagy szégyen. Mi nem hisszük el, hogy a mi történelmünk üt történet, és mit mond a francia kutató? Szó szerint így fogalmaz. A magyarok történelme misztériumja. Misztériumja. És az ember már tud tájékozódni a világba. Ez így van. És akkor Amerika történelme micsoda? A sátán történelme. Pontosan ettől. Pontosan ettől. Ez nem túlzás. Nagyon azt gondolom, hogy én most valami évvel idejöttem egy kocsmából, és itt valami programbeszédet tartom. Nem. Pontosan lehet tudni. Csak mitikus szinten kell egy kicsit megtanulmányozni a történelmet. És bizony ott van. Egyébként ők is az Árpád-sávos logókat használják föltük. Hát bizony. Csak nem azt mondják rá, hogy Árpád. Na, nyilván nem fogják. Azt tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok szabad külműves kiadványba olvastam, hogy bocsánatot kérem. Így fölírva. Jel, USA, Lem. Mondjak még valamit? Tudjuk, hogy szabad kőműves állam alakulat az Egyesült Államok? Persze, ott van az egy dolláros, van az összes szabad kőműves jelkép. Piramis, mindent látott szemben. Döbbenetes. És ez az Egyesült Államok kivel játszik össze, hogy a világot fölforgassa? És ezek benne vannak a jelenések könyvében. Ott van a tengerből feljövő fenevad?
ott van a hamis proféta, akkor földi szinten tessék beazonosítani. Amerikai Egyesült Államok és Izrael. És ha valaki végképp azt gondolná, hogy ezek, hú, ez nagyon antiszemita közbeszéd. Szó szerint fog idézni a Jelenések könyvéből. És ezek nagyon súlyos szavak. És azért kell onnan idézni, mert tényleg le van ott írva. Nézzék meg. És nagyon határozottan. Így szól a mondat. Akik ma magukat zsidóknak nevezik, hazudnak. Nem azok a sátán zsinagógája. Világos beszéd. Ugye? A mai Izrael sátán zsinagógája. Jahve mi maga a sátán. Na, menjünk tovább, mert ez most nem ide tartozik tényleg. Hát láttuk, hogy koronával működtethető, királysággal működtethető, világkirálysággal működtethető, ami elválaszthatatlan a világ szívétől, vagyis magától Magyarországtól. És felsoroltuk a világkirály arculatokat, azonban nem soroltuk föl a világkirálynő arculatokat. Pedig ő is így volt. Csak miért nem jelenik meg ebben az országban? Ugye meg szokták kérdezni, hát hol van ebben a női orc, ez egy bajuszos ember. Azért, mert szellemi szinten fedésbe kerül a két principium. Ott már nincs jobb oldal és nincs bal oldal, ott már nincs fent és nincs lent, ott már nincs kint és nincs bent. És igen, ott már nincs férfi és nincs nő. Pontosabban van, de úgy, hogy fedésben vannak egymással. Ez a helyzet van itt. Nem ábrázolják külön a női orcát és a férfi orcát, mert fedésben van. Ez akkor köztudatban. Köztudott volt, de nekünk van egy királynő, nem is akármilyen királynő, örökös királynő. Ennek az országnak van egy örökös királynő. Szűzmária boldogasszonynak hívja. És ősibb, mint bármilyen Szűzmária hit Európában. Ugyanis az az igazság, hogy a Szűzmária hit az innen terjedt el nyugatra. És onnantól kezdenek majd katedrálisokat építeni. Amikor a magyarok elviszik nyugatra az erős Szűzmária hitet. És ez indítja el a gótikát, mert a gótika bizony Magyarországról sajnos. Amire ők olyan nagy szólva hivatkoznak, hogy a középkori gótikusokat tessék megnézni Franciaországban, Németföldön, az innen sajnos. Mi nem építettünk olyan nagyot, mert mindig emberléptékek maradtunk. A mi templomainkban tényleg a világ világossága lép be az ablakon, és virágosság bealakul. Azokban a nagy katedrálisokban nem tudom, hogy fény emberi léptékkel működni. Nem tudja a falképeket működtetni. Nem tudja, mert ott már csak mit tudnak érzékeltetni. A lebegés még megmarad, de milyen állat? Embertelen magasságokba törik az épület. És meg is jelenik minden statikai problémával együtt. Ami persze motivált az építészet fejlődését, de nekünk ez most lényegtelenül a szempont. Gyorsan menjünk is tovább, mert erről kár beszélni. Ez volt tehát a szellemiség. És megyünk lejjebb, mert meg kell kérdezzük, hogy jó. Tudjuk, hogy a szellemiség szintjén hogyan működtessük ezt az országot, de hogyan működtessük a lelkiség szintjén. Ugyanis mit ér a szellemiség, ha nem adódik hozzá a lelkiség? Nem adódik hozzá a mozgató erő, a lelkesültség, ami tettekre váltja azt, amit gondol. Mert nagyon könnyű dolog szép gondolatokat kiteljesíteni az agyamban. Ezt nyugaton is tudják. Világirodalom tele van gyönyörű gondolatokkal. Csak éppen az a baj az indoeurópai műveltséggel, hogy ebből semmit nem valósítottak meg. Egy grammit sem. Ehhez lelkesültség kell. De valljuk be őszintén, nagyon gyakran mi is elakadunk ki. A magyarnak is baja. Gyönyörű gondolatok jönnek. Ha nincs lelkesültség, nincs te. Pedig mit mérnek meg az utolsó pillanatban? Jézus Krisztus mit fog megmérni, amikor oda átra megyünk? A tükörvilágban. Hogy a tetteink, mik a tetteink, hogy mennyit cselekedtünk abból, amit dumáltunk, beszéltünk, és mennyit nem. Csak ez fogja érdekelni Jézus Krisztus. Csak ez sem más. Ezért nagyon fontos a lelkesültség. És döbbenetes, hogy két irányba is átalakult a címerámban. Mert minden hullámzóvá alakult, látjuk. Minden hullámzó. Hullám közegben jelenik meg a lelkiség. Miért? Mert a hullámzás az pontosan a lélek működésének a sajátossága. Mert a lélek energia természetű. Energiát ad ez a dolga. És ezzel az energiával közvetít a szellem és a test között. Ezért mindig két arcú a lélek. Nem úgy két arcú, mint a gyurcsány. Pozitív értelemben két arcú. Van egy jobb oldal, van egy bal oldal. Van egy fent, van egy lent. Van egy világosság, van egy sötétség. Van egy férfi oldal, van egy női oldal. Van egy teremtő oldal, van egy befogadó oldal. És tényleg megjelenik a kettősség.
tényleg megjelent. Itt már hangsúlyozottan megjelent. És akkor nézzük meg, mi van a jobb oldalon, a férfi oldalán, a saját tengely szerinti jobb oldalon, és mi van a bal oldalon, a női minőségnek az oldalán. Mindenki tudja. Az, ami itt van a jobb oldalon, úgy nevezi a heraldika, hogy árpádsávos mező. Miért hívják árpádsávos mezőket? Nagyon egyszerű. Formál logikailag, egyszerű jóval paraszti logikával el kell válaszolni. Miért hívják árpádsávos mezőnek ezt a jobb oldalon? Hát mert ez a sávrendszer Árpádtól származik. Mielőtt elégedetten hátradőlnénk, én most megkérdezem, melyik Árpádtól? Ez egy fontos kérdés. Hogy mennyire súlyos kérdés, és mennyire nem eldöntött kérdés, egyetlen egy dolgot hagy villancsak föl. Egyetlen egy dolgot. És ehhez a dologhoz vissza fogunk még ma térni, ha lesz rá idő. Egy bizonyos Wallace Budge nevű egyiptológus, aki az egyik leghíresebb egyiptológus, szóval én nem ilyen déli bábos. Most a déli bábos nem olyan értelemben használom, ahogy itt magyarok szokták, a magyarok ellen használni. Hanem tényleg nem ilyen mendemondákra építő egyiptológusról van szó. Ez a Wallace Budge, aki egyébként Sir Wallace Budge, lovaggá lett ütve. Ő a British Múzeumnak a régiség tárosa volt, már meghalt. És ő volt az első, aki összeállított egy hieroglif angol szótár. Ennek a szótárnak, ami nem véletlenül nem jelent meg magyarul, az előszavában a következőt lehet olvasni. Nagyon súlyos mondatok következnek a mi őstörténetünk szempontjából. Osiris, akit az egyiptológia, az óegyiptomi birodalom hivatalos megalapítójának tart. Hát arról van szó, arról az Isten királyról van szó, aki magát Egyiptomot alapította, az óegyiptomi birodalom. Önmagát Árpád ősétől származtatta. Ezt az Árpád őst az egyiptológia, nyilván, hogy mi ne vegyük észre, úgy írja át, hogy Árpád. És megjelöli, hogy honnan származik Árpád. A Zab folyó vidéke. A Zab folyó vidéke Észak-Mezopotámiában van, a Kurdisztán területe. Egyébként a kurdok az ott maradt kürd gyarmat törzsnek a leszármazottai. A kurd szó azt jelenti, hogy kürd. Ezt ők elmondják. De nem csak azt jelenti, hogy én azt mondom kurd, hangalaki változatát mondtam a kürd szóval, nem? És mi a legszentebb jelképük? Egy kürd. Meg a hold. Na most, itt van a két zabfolyó. Van egy felső zabfolyó és egy alsó zabfolyó. Mai napig zabfolyónak hívják. Ezt úgy írják át az egyiptológusok, hogy mi ne ismerjük meg, hogy Seb vagy Sab. Ez lett a zabfolyó. Innen származik ez a bizonyos Árpád. És ez az Árpád áthozza a népét Egyiptom földjére, és megalapítják az egyiptomi birodalmat. És ennek jeléből mit építenek a három nagy piramis tövébe? Egyébként, ha én három nagy piramist rajzolok, akkor ezt így rajzolok. Ugye világos? Nem világos, hanem szerintem. Másik. Ez a tudós. Vagy ez már te uza? Hát, nem tudom. Ha én három piramist rajzolok, akkor ezt így fogom rajzolni. Mi világos? Ez a három nagy piramis? Ez a három nagy piramis. És mi van a tövében a legnagyobbnak, a Kufunak? Ez görög Keosz. Igen, ma azt mondjuk, hogy Sphinx. Illetve szó, mi megszokták ugye rossz nyelvek kérdezni, hogy egészségére. Tehát nem, ez nem Sphinx, ugyanis nem ember arca volt régen. Volt egy fára, aki beleparaptatta a saját arcmását. Mi volt eredetileg? Ott, ahol már emberi orca van. Hát ugyanaz volt, ami a test. Oroszlán. Kérdezem én nagyon csöndben, az Árpádháznak mi volt a jelkép? Címerál. Oroszlán. Nem érdekes? És kelet fele néz, pontosan az a folyó vidéke felé. Nem érdekes? És ha megkérdezzük az óegyiptomi hagyományt, mert föl van írva a falra, piramisokban, hogy miért néz keletről, leírják. Mert az ősi időt nézik, az eredet idejét. Hát honnan jöttek? Persze, ki hozta őket? Árpád. Milyen jelképe hoz? Ezért nézi oroszlán. És ez a jelkép szerepel a címerére? Igen. Csak itt van fölött egy kettős keresztje. Egy korona, abból nő ki ugye a kettős keresztje. Na most képzeljék el, hogy ilyen az egyik, amit jelenik vannak. Szintén van ilyen kép. És nem a Pap Gábor karcolta oda. Vagy valamelyik magyar turista. Nem tudom, hogy a Gábor volt együtt. De nem ő karcolta oda. Ott van. Ott van a
falon a királykamrában. Persze, hogy nekünk nem fogják leírni, nem mindenki rögtön megismer. Korona nincs, tehát a pontosság kedvéért, hogy korona nincs. Hármas falon is. Sőt, ilyen jel is van. Ezt a Varga Géza publikálta, ez is ott van a piramis falán. Ez is ott van a piramis falán. Van közünk az egyiptomi történelem? Igen, van közünk. Mert akiket Hükszoszoknak nevez a nagy történetírás, azok az szkíták voltak. Azok a szkíták, akik egyébként Jeruzsálemet is alapították. De nem csak Jeruzsálemet, hanem Becseán városát. Mert az a szkítál, aki Becseán városát alapította, innen nem messze van Bácskon, ahol a becsék vannak. Mert kik laktak ott? A besenyők. A besenyők. Ezek a besenyők alapítják ezt a bizonyos várost, amit később Nagy Sándor idején Szkítopolisznak neveznek. Vajon miért? Körülbelül miért Szkítopolisznak? Szkíták alapítják. Szkíták alapítják. Na de nem menjünk bele, mert szakrális földről szó kéne beszélni. Ezt úgy járok, hogy Jéci Gábor hallotta, mint hogy mindig megígérte, hogy szakrális földről fog beszélni, ez soha nem beszél szakrális földről. Lehet, hogy szép fogadat hallani. Visszatérve az árpádságokhoz, nem olyan egyértelmű, hogy kitől erednek ezek az árpádságok. Egyébként, hogy el tudjuk helyezni ezt az árpádot, van mezopotámiai neve is. Pontosabban ez már nem eredeti szumír név, hanem akkádi. És így mindenki fogja ismerni, aki mondom a nevét. Gilgamesh. És ez a Gilgamesh azonos árpáddal. Ezzel az árpáddal, akiről beszélünk. Egyébként a Gilgamesh névnek van egy hangja, aki változott a magyar földrajzi nevek rendszerében. Gilgamesh, Galgamácsa. Nem kellett olyan túlságosan eltorzítani, ugye ezt a szót, hogy Gilgamesh. Most erre mondhatja valaki, na hát azért ilyen déli bábos, na jó, hát te... Nem az. A magyar nyelv így működik. És ahol hangja, aki megfelelés van, vagy hangja, aki rokonság van, az bizony tartalmi rokonság is van, ezt szokjuk meg. Mert a világ így működik. A világ holografikus természetű, mondaná egy fizikus. Vagy egy matematikus álmai, azt mondaná, hogy a világ fraktál természetű. Igen. Ezt egy pap úgy mondja, miként a mennyben úgy fontos. Pontosan erről van szó. Mit jelentenek az árpádságok? Nem fogunk szünetet tartani, már látom. Mit jelentenek az árpádságok? Kikkel bírják? Úristen, három orjából az emberből. Hát ugye miből áll? Ezüst szalagokból és vörös szalagokból. Az ezüst szalagokat a népi etimológia hogyan magyarázza? Szent folyók. Ugye négy szent folyót feleltett meg neki, Duna, Tisza, Dráva, Száva, és így folytatódik ez a mondóka, törjön ki a lábod szára, ez egy gyerek mondókából lehet. Egyébként ezen én is mosolyogni szoktam, ezen a jóindulatú gyerek mondókán, csak azért ne felejtsük el, hogy innen is azonnal föl lehet történeti szintre lépni. Mert ki az a szereplő, akinek nem töretik meg a lábaszára? Jézus Krisztus. Hát döbbenetes, nem? Hogy ilyen gyerek mondókából is vissza lehet csatolni az üttörténet szintjére. Igen, ám csak ezzel az a probléma, hogy nem mindig négy ezüst szalag szerepel ebben az árpádságos mezőben. Összesen volt, amikor 9 sávból állt, volt olyan időszak, amikor 7 sávból állt, sőt olyan időszak is volt, amikor 5 sávból. Ezt a heraldikusok pontosan tudják, ez a történelemben nem volt állandó. A számossága. Változott, és nyilván ennek oka van, hogy miért. Mint ahogy a Szent Korona keresztények ülőissze is változott a történelem folyamán. Nyilván megvan az oka, hogy miért sejtjük. Tehát ezért olyan könnyedén négy nagy szent folyóval, egyébként úgy sem így van, négy nagy szent folyóval beazonosítani ezeket az ezüst szalagokat nem lehet. Mert hol maradt például a Maros? Elég fontos folyó. Csak annyira, hogy Erdélyt összeköti az Alföldet. És a sószállításnak a fő útvonal volt a sóvidékről. Ne felejtsük el, hogy egy ajtónynak ezért akad gondja Szent István királya. Mert rá akarja tenni a kezét a sóvámra. Persze ennél bonyolultabb a kérdés. Vagy egy körös. Szintén fontos? Hát bizony szintén. Ugyanúgy az erdélyi részeket köt össze az Alföldet. Ráadásul az aranyszállításnak volt a fő útvonal. Ha én azt mondom, hogy só, és azt mondom, hogy arany, akkor az alkímia két legfontosabb elemét neveztem. A só a megtartó erő az alkímia nyelvén. Ha nem eszünk sót, azt ugye tudjuk, hogy nagyon nagy bajba kerülünk, ha egyáltalán nem eszünk. Ha pedig túl sót eszünk, akkor megint csak nagyon nagy bajba kerülünk. Hát
Tehát a megtartó erő így szokott működni. De hogy még mit se tudjon, ezért nekünk, de csak nekünk különbe jár a tudat, kálljon hozzánk a sort. Ugye tudjuk? Nem tudjuk. Hát ezzel számoljanak. Az a természetgyógyász, aki ezt publikálta, és megpróbált elemet tenni, ma már a temetőben található. És nem vége egyengülésben halt meg. És ez már a rendszerváltás utáni történet. A módszerváltás utáni történet. A demokráciának nevezett világ. Eltették lábbal. És miért kell káliummal mérgezni a sor? Azért, mert fölborítjuk vele a kálium-nátrium pumpát, ami az idegrendszer motorja. Vagyis szépen leépül az idegrendszer egy idő után. És ha már mindenki teljesen tudja lesz, mindenki gyógyságot fog szavazni. Már nem is lesz olyan fele az országnak, aki esetleg azon gondolkozik, hogy ki ez a barmi kolyácsa. Nem lesz ilyen. Azért azt tegyük észre, hogy az emberi képességei ennek az ember szabásnak kénytelen vagyok ezt mondani. Nem, hogy egy ország vezetésére, hát egy családot nem tud elvezetni. Hát nem tud. De szerintem saját magát sem. Még el is tanácsadókat használ. Kettőt létrehozza. Na mindegy. Hát mindegy, csak hát ez nagyon szomorú. Tehát nyilván itt első körben nem folyókról van szó. De ha mégis ragaszkodunk a folyókhoz, akkor azért eszünkbe juthat, hogy az igenis van folyó, és éppen, hogy ez is szalad. Ezt pedig tejútnak hívják. És ez miért fontos nekünk? Hát azért, mert a megváltó vajon honnan jön vissza? A televízióból? Nem. A rádióból? Nem. Honnan fog visszajönni? Pontosan a tejútról, ahonnan Csaba király is jön egyébként. Háromszor és még egyszer. Mert három magyar igazság és egy arányos. Pontosan ez. De jut az égi útja a megváltó királyoknak, az Isten királyoknak. És mi lesz a földi útja? Milyen színűek ezek a vonalak? Vörösek. Nem azért, mert valami közük lenne esetleg a bolsevistán, hanem azért, mert ezek mit jelképeznek? A vörös minek a színe? Vérnek. A vér is energia. Ezek milyen vonalak? Vérvonalak. Mert ami az égen a tejút, az a földön mi lesz? Az Isten király vérvonal. Kinek a vérvonal? Nimrodnak, Jézus Krisztusnak, Attilának, Túl nemzetség királyának. És ha én azt mondom, hogy földi Isten királyok vérvonala, miről beszél? Hát igen, de miről beszél? Melyik mitoszról? A grájról. Mert mi a grál? Az a kehely, amiben fölfogták Jézus Krisztus vérét. Az a kehely, amiben az utolsó vacsora történt. Így álltok ez az én vérem? Hova kerül ez a kehely? A nyugati hagyomány szerint, amire fölhívnám a figyelmet. Ez a nyugati grál hagyomány akkor jelenik meg, amikor Attila meghal. Addig nem ismerik nyugaton a grál mitosz. Hol jelenik meg a grál? Hát két fele ágazik egyébként a mitosz. Az egyik szerint Dél-Franciaországban. Itt a katárok élnek. Na most a katárokról azért azt tudnunk kéne, hogy ők manihelyusok. És milyen érdekes, a fővárosukat úgy hívják, hogy fehér. Ez latinul alba, franciaul albi, és mivel ők ott laknak, ezért albikenseknek, vagyis fehérből jövő embereknek nevezik őket, fehér nemzetnek nevezik őket. De oda ők hogy kerülnek a katárok? Boszniából. Boszniában kik laknak? Ma is. Ma is, csak már szegények teljesen eldeformálódnak. Besenyők. Besenyők. Ők negyedik Béla idején mennek el. Kárpát-medencében. Negyedik Béla idején. Ők a besenyék. Vagyis a bosnyákok. És viszik magukkal a vallásukat. Milyen vallást? A Bogumil, vagyis a manicheus vallás. Ez a Bogumil vallás kerül Dél-Franciaországba. És annyira csípi a szemét a nagy egyháznak, a szeretetre alapozott a római kereszténység, hogy az első keresztes hadjáratot azért szervezik, hogy kiirtsák a katárokat. A katáraiként tiszták jelent. Tehát ők a tiszta kereszténység követői. A manicheizmusról pedig csak annyit azért tudjunk, hogy nem egy olyan forrásunk van, amely szerint a magyarok hite az manicheus kereszténység. Fóciusz bizánci pátriarha Álmosra és családjára azt mondja, amikor Keve várában ez ma Kijev tartózkodnak, hogy manicheus keresztények. Vagyis hogy jön be ide a magyarság? Keresztényként kérem. Csak miért baj ez a nyugat szemébe? És miért hívják ezt a kereszténységet eretnességnek, vagy más szó a pogányságnak? Ezt jelenti a pogányságot.
ennél sokkal rosszabb a helyzet. Mert nem római katolikus, de azzal mi a baj, hogy nem római katolikus? Az a baj, hogy nem a zsidó szövetséghez alkalmazkodik. Ez a baj vele. Mert már ekkor építgették körénk a szabadság, egyenlőség, testvériség irányát. Ez nem a francia forradalomban kezdődött. Ez akkor kezdődött, amikor azok a bizonyos keresztes lovagok, meg az iskotályos lovagok, meg, hogy nevükön nevezünk, a templomos lovagok, kikaparták az ereklyéket a Moria helyből. Akkor kezdődött. Ők már akkor elhatározták, hogy mit fognak ide építeni. És ez most teljesen be hajtuk. Csak akkor akarjuk. Na hát ők lenne. Egyébként Gellért is azt írja haza, amikor jelentést küld, hogy a magyarok vallása engem, a magyarok ősvallása engem a manicheus kereszténységre emlékeztet. A másik helyszín pedig, ahol a Grál elkerül, Délnyugat-Anglia. Délnyugat, Glastonbury környéke. Ugye ez a Parsifal legenda. Egyébként a Parsifal legenda az is keletről érkezik. Ez nagyon szépen kimutatható. Egészen szoros a kapcsolat a Gyöngy Kánonnal és a Tamás Aktával. A Parsifal név is azt jelenti, hogy Parsi tanítványa. És ki az a Parsi? Ez a mai perzsák. Nagyon figyeljünk Iránra oda, nagyon fontos tétel. Nem véletlen, hogy Amerika le akarja rohanni. Mert az csak egy dolog, hogy ők a dollárról át akarnak az euró elszámolásra váltani. Tehát az olajat ők euróban akarják adni. És ebben a pillanatban Amerika tönkre fog menni. Ez csak az egyik oka. Ez csak az egyik oka. Irán nagyon okos. Csak az a baj, hogy megmondta ez a kis félvér, hölgyike, aki egyébként az amerikai politika egyik nagyon komoly irányítója. Múlt karácsonykor ezt a televízióban, az országban, nem tudom, hogy hallott-e valaki a televízióban ezt az interjút. Szó szerint ezt mondta. Most még az Egyesült Államok azért nem támadja meg Iránt, mert nagyon jól tudjuk, hogy ez lesz az utolsó nagy háború. Ugye világos. Ezért bevárják az idejét. És meg fogják támadni. Mert nekik semmi sem drága. A szabad kőműves eltársaknak semmi sem drága. Úgy elkanyarodtunk, most valahogy vissza kéne vinni. Grál. A Grál szokta, és aztán Parsifal viszi keletre. János pap országába. És mit mondanak János pap országáról? Ugye János pap épít majd neki templomot. És mit mondanak János pap országáról? És tanítványairól? Hogy furcsa kereszténységet követnek. Gellért is ezt mondja a manicheus kereszténységről. Hogy a furcsa kereszténység ez. Hát nekik ismeretlen, amit a nyugati civilizáció. Mert nem műveltséges a civilizáció a nyugaton. És hogy nevezik viszont a tanítványait János papnak? Na ez a döbbenetes. A keleti hagyományban úgy hívják őket, hogy szabiok, vagy más néven szabián, vagy más néven szabeusok. És kik a szabiok? Hát tessék elolvasni Konstantinos Porfirogenitosznak a művét a magyarokról. Ugyanis van egy tormás és van egy vérgulcsú. És ezek elmennek Bizáncba, Konstantinápolyba. És elé kerülnek a császárnak. És a császár megkérdezi Konstantinos Porfirogenitos, ugye mi úgy hívjuk, hogy Bíborban született Konstantin, mert ez a név ezt jelenti magyarok, hogy kik vagytok ti. És ezek nem finnugorul válaszolnak, nem mansivantiul mahónak ottak valamit, hogy ők kicsodák, mert vannak olyan műveltek, hogy görögül megszólalnak. Ezért gondoljunk bele. Magyar vitézek és görögül beszélnek. És mit mondanak? Szabirto aszfalói. Mit jelent ez? Szó szerint azt jelenti szabír lovasok. És az aszfalói az lovasság. A szabír pedig szabír. János pap tanítvány. És akkor a Grált lehet magyarázni persze úgy, hogy graduale ebből a szóból, ami nyitott könyvet jelent, és egy érdekes téma, mert jelenések könyvei vezet minket. Erre most nincs idő, tudom, bocsánat. Lehet úgy, hogy grazale, ami vázát jelent. És akkor magyarul miért nem szólaltatjuk meg? Hát Kecskeméten nem lakik sok szláv szerintem, Tóth, de ott Békés Csaba felé nagyon sok, ahonnan én jöttem. Ha én a Grára azt mondom, hogy egyetlen egy hangot cserélek ki, a nyelvtörvényének megfelelően a köhögő hangzó bukorból a gét lecserélem kár. És azt mondom, hogy král, mit mond a szlovák, amikor azt mondja, hogy král? Király. Király. Pontosan. Ez egyébként a Karol ugyanazt jelent. Karolus Magnus nagy király. Persze tudjuk, hogy valószínűleg nem létezett szegény, mert a nagy Károly idejében éppen a történelmet megvágták, mint a jó filmet. Gyakorlatilag ez az egész ügy nem volt, vagy nem létezett egyáltalán. Azt jelenti, hogy király.
És miről beszéltünk mindig? A világkirály öröklődéséről. Fönt az égen, és lent a bérvonalon. Hát ez lesz a világon. És ha még ezt hozzátesszük, mert ezt az egy perc kitérőt még megéri ez a, akkor is, ha három órából veszük el, ha még azt is hozzáteszünk, hogy van olyan hagyomány, amely szerint a grál nem kehely, és most fogozkodjanak meg. Tudják micsoda? Korona. Korona, amely az első emberről, az ősi ember fejéről esett a bűnbeeséskor. És elveszett. És azt mondja a hagyomány, hogy majd egy nemzet megtalálja. Folytassam. Hidegráz. Tényleg, meg már százszor elmondtam. Közelül láthatja hidegráz tisztán a korona. Meg gyönyörű. És az igazságot mondja ki. Mert a magyar történelem misztériumát, bizony misztériumát, csak föl kell hozzá nőni. És nem azt kell látni, hogy ezek a pártok itt torzsalkodnak. Kit érdekelnek? Ezek emberszabásúak. Nem kell velük foglalkozni. Az egész politika úgy van emberszabású érzében. Maradjon a majmokra az állatkertben. Nekünk itt történetünk van, és ez be kell tenni. És mi van a bal oldalon, a női oldalon? Meg a királynőt fogjuk megtalálni. Miért a királynő? Egyébként, hogy a jobb oldalon a férfi oldal, tehát ki volt ennek a koronának a forrása, bocsánat? Attila. Mik vannak itt? Folyók. Attilát mi beteg? Folyó. Hát akkor egyébként a neve is ezt jelenti, a török nyelvek vagy folyók. Ott van Attila a jobb oldalon. Bizony, benne van a Drávába, benne van a Dunába, benne van a Tiszába, benne van a Marosba, benne van a Körösbe. Benne van, mert ő folyó. Minden folyóban találkozunk az Attilassággal. Erre egy konkrét példát fogom, hogy ez mennyire így van, és a régiek mennyire tudták. Erre fognak kivagyózni, de ne szaladjunk előre. És mi van a bal oldalon? Hármas halom. Hármas halom. Na most, ha én a hármas halom, mint én írást olvasom le, akkor hogy olvasom le, ha mondjuk a szumér műveltségben vagyok? Ami nem esik távol a magyartól, nehogy azt gondolj. Ország. Ország, köszönöm szépen. Ország. De nem csak országot jelent, hanem országot oltalmaz az Isten jelent. És ezt úgy hívják a szümjön, hogy Ninország. Így olvassák vissza. Ez az országot oltalmazó Isten jelent. Inannának is nevezik, de a kibontott neve, ha az országgal hozó kapcsolatban, akkor így hangzik, hogy Ninország. Nagyon fontos. Tehát ott van az Isten anya. Egyébként a halom a kebleket is jelképezni, ne felejtsük meg. És hármas halom azért ezen is érdemes végmenni. Hol van a Földön hármas halom? Ez egy nagyon fontos jelkép. Nem véletlenül építettek hármas halom. Nem azért, mert épített egyet, azt mondta, csúnyán néz ki. Építsünk még egyet, hát ez meg még csúnyában néz ki. Na, három ott van, ez már valahogy esztétikai lakint. Nem ezért építettek. Valamit jelképeztek vele. Micsodát? Ami lent, ugyanaz, mint ami fönt. Ne felejtsük már el. És fönt van három csillag. Így mondja a népdal. Három csillag van az égen. És rögtön a vallást mellé teszik. Három szeretőm van nékem, mert ez egy szerelemvallás, amit elindul. Az egyik szőke a másik barna, a harmadik pedig pirosan van. Örülhetnek a férfiak. Három szerető. Csak nem kell olyan nagyon örülni, ez nem három feleséges jelen. Hanem egy szeretőnek a három orcáját. Így fogalmaz a népben. Na, de ebben nincs időm most felmenni, úgy, de gyönyörű lenni pedig. Ezt kibontani, de nem. Na, mi ez a három csillag az égbolton? Mindenki tudja már, én tudom ám, mert én itt előtte tájékozottam, hogy Pap Gáboron súlyos képzavarra szoktam élni. Pap Gábor emlői nevelkedtek, ugye hát ez lehetetlen, mert férfi szegény. Na, de itt van a három csillag. Hogy nevezik ezt a csillagképet? Ezt szaladjunk el. A görög-római hagyományban, hogy mi ne ismerjük meg, mi az, hogy Orion, meg Orion. Mi az, hogy Orion? Kell abozni, hogy a görög mitológ. Egyiptomban Osirisnak hívják, mégpedig Osiris csillagtestének nevezik ezt a csillagképet, és a csillagtest az úgy hangzik a Egyiptom nyelven, hogy szag, vagy szag. Miért mondtam ezt? Egyrészt, mert tudjuk a párosok örökös test misztériumából, hogyha egy test nem kezd el bomlani, hanem örök marad, mit árasz magához? Szagot. Mert a régi magyarban az illat volt a szag. Az illat az csúnyát jelentett a régi magyarban, az jelentette a büdöset. És a szag az az a most jó illatnak nevezett, nem véletlenül egy cserébe volt egyébként. Tehát az volt a szag. Osiris szag. Mert ez a legmagasabb beavatási fokot is jelentette, amikor a fénytestet, a csillagtestet nyeri el a fáról, és Osirisszá válik, és fölmegy oda az égre. Ezért a három nagy piramissal mit képeztek le?
ezt a három csillagot, hogy föl tudjon menni a kürtön keresztül, a királykamra a kürtőink keresztül. Ezt egy Robert Bowen nevű amerikai aljaasztronómus kutatta ki. És ott, ahol az égbolton a tejút van, ott a Földön a Nílus van. Mert a Nílus az úgy hangzik magyarul, hogy nyilas. Mert a tejút mit köt össze könnyelően? Nem a nyilast az ikrekkel? És hol lehet lejönni a nyilasból, vagyis az atyától? Palgából a nevelkedett társaság. Tudja? A nyilasban lehet. Ez advent időszak az esztendőkörös változás lehet. Akkor várjuk a teremtő minőséget magunk közé fiúkért. És hol lehet visszamenni? Ott, ahol ez az egész csillagkép van. És az egész csillagkép az ikres stációjában. Ez pedig pünkös hava, amit most várunk. Ez az égbe szökkenésnek az időszaka, amikor mindenki Jézus Krisztus után megy, aki arra méltó és tehetsége van hozzá. És kitöltetett benne a Szentlélek. Ugyanis keleten Nimrodnak hívják ezt a csillagképet. Nimrodnak hívják. Vagyis az ős királynak, akitől maga Jézus Krisztus is származik. Hát ez Jézus Krisztus fényteste, Nimrod fényteste, az Árpádtól származó Ozirisznak a fényteste. Nagyon helyesen fogalmazza vagyok. Ez a hármas halom jelentősége, mert az ő a maga a beavatás. És itt van ez a három csillag. Hol van egyébként? Tehát többenetes az arab neve is, El Giza. Vágjuk már le azt a névelőt, arab névelőt, és mondjuk csak azt, hogy Giza kék az ég. Ugye? Mert a Giza az az ég. És ott van az ég? Hát bizony ott van. És magyarul messze van. Déli bábos? Igen, az. És akkor mi van? Még mindig jobb, mint az északi bábos, nem? Mert hogy olyan nincs is. Déli báb legalább van, és nem is csúnyás. Ráadásul Deli baba neve rejtőzik benne. Ki nem akárki. Hármas halomra épült egyébként Jerzsá. Tudják, biztos tudták. A Sion hegy az hármas halom. Vigyázzunk Jeruzsálem, nem zsidó alapítású már. És ez a hármas halom megjelenik. Természetesen a Pilisben. Aradi Lajos beazonosított meg. Szépen erről részletesen haladnak, annak meg kell jönni Aradi Lajos tápolyát. Ott van mindenhol, és halmokból is ott van kiépítve. Innen nem is olyan messze Szarvasnál, ez a csillagkép halmokból ki van építve a pusztában. Meg van csinálva. Mert ami fönt, ugyanaz, mint ami lent. És ami kint, ugyanaz, mint ami lent. És a magyar csillag, mint a hagyományban, hogy hívják ezt a csillagképet? Nem Nimrodnak. A magyarok sosem nevezték őt Nimrodnak. Hanem hogy? Két neve van. Vagy óriásnak hívják. Egyébként mit mond Nimrodról a biblikus hagyomány? Óriás vadászvala az úr előtt, vagy nagy vadászvala, ez ugyanaz. Óriás vadászvala az úr előtt. Mert ő még annak a generációnak a leszármazottja, amikor óriások éltek a Földön. Gilgamesről is ezt mondják egyébként a hagyomány. Sőt, a magyar királyok milyen növésűek voltak? Néhányat kivéve mondjuk egy könyves Károly például. Szent László királyról ezt írja a hagyomány. Erről a vonulatról van szó. Ez az óriásoknak a vonulata. Egyébként akár hiszik, akár nem, megint azt mondom, aki nem hiszi, járjunk. Kerülnek elő 4 méteres csontvázak. Magyarországi leletekből. Na náhogy nem fogják megmondani. Na náhogy nem fogják. 4 méter a feje tetejéből a lába ugyanak. Van egyről jegyzőkönyvem, otthon őrzöm. 60-as években ásták ki, leírják. 4 méter hosszú. Óriások? Itt vannak között. Egyébként Egyiptomban is furcsa dolgok kerültek elő, csak nem kötik az orrokra. Nagyon furcsa lények kerültek elő. Nagyon furcsa. A másik neve pedig kaszás. Egyébként ott van mellette a tejút, amit a magyar népmese hagyomány operenciás tengernek is nevez. Ezt szeretik ugye a történészek, ha operens, mert ott volt a határ, persze, hát csak ilyen szinten tudunk gondolkodni, barátok. A tejút az operenciás tenger. És kinek a vállára kell állni, hogy átmenjük rajta? János Vitéz, Petőfi Sándor. Óriási. Szó szerint. De ő a kaszás is. Miért? Mert aki átviszi az operenciás tengeren, vagyis a nagy vízen, az a halálba avat tengernek. Mert mi a nagy víz? Álom fejtés. Álom könyvekben. Mit írnak oda, hogy nagy víz? Kollegina maga nagy vízzel álmodott. Mire készüljön fel? Meg fog halni. Hát a halál így jelentkezik be. Nagy víz. És át kell rajta menni. Mert aki viszont át tud rajta menni, az legyőzte a halál. Ki ment át a vízen?
Ja, most a szabad kőmesék megpróbáljuk bebizonyítani, nem tudom, hallották a rádió, hogy hát nem is úgy volt, befagyott. Befagyott a víz, a Genezareti tó befagyott, olyan mikroklimája volt, és a jégen sétált. És akkor mi apostolok nem vették észre, hogy jégen sétált. És akkor emelvén rakják Júdás evangéliumát, meg még nem tudom. Hát meg itt van ez a... Köszönöm szépen. Na az. Hát ez a Da Vinci. Fantasztikus, nem? Hát lassan pornófilmet forgatunk Jézus Krisztus életében, nem? Hogyan szeretkezett Mária Magdolna? Külön majd írnak egy evangéliumot, a pózók lesznek benne. Elképesztő, arcátlan, pofátlan, senki, na jó, teljesen mindegy. Visszamegyünk a címerre. Mert ugyanakkor, ha boldog az, hogy anyánk jelenik meg a hármas halomban, mert tényleg megjelenik. Egyébként ez ráhangzik a hullámzó közegre, mert ha én hármas halmot egymás után rajzoltam, mit rajzoltam? Hullámot rajzoltam. Ez nagyon fontos ám. Tehát itt is megjelenik a hullámzás. És milyen érdekes, hogy Árpád nevében is megjelenik a hullámzás. Ugye Árpád sávokról beszéltünk. Miért? Mert az Árpád név az árad és az apad szavaink összeolvasás. Nem ugyanaz a hullámzó mozgás, nem ugyanaz a folyamszerűség jelenik. De bizony, ami a tejúban az égen, és lent a földön a folyóban. Mert Ámos hogyan is születik, nem folyóban? De Attilát beletemetik a folyóba, és amikor megjelenik a történetben, őt Ámosnak fogják hívni. Folyóból születik Ám? Emese Ámában. Persze, folyóban. És Árpád folyamszerű lesz? Most mondtuk, folyamszerű. Itt a tejút energiákhoz való kötés jelenik meg. És ezek a tejút energiák megjelennek a kárpáti magyar hazában, és ezek működtetik elsődlegesen a kárpáti magyar hazán. Azt lehetne mondani, hogy a Kárpát medence, mint egy nagy medence, gyűjtőhelye a tejút energiák. És ez szó szerint így van, hogy fogják látni. Vagyis földrajzi vonatkozásban a Kárpát medence nem más, csak a Dráker. A Dráker. Ezért működik úgy, ahogy működik. És ezt akarják most elvenni. Ezzel a Dan Brown-féle konyvaregénnyel is. Meg persze ezer csatorna, ezer más csatorna. Liebernek kell. És ezt már mások is megmondták, hogy Liebernek kell. És mit jelent a kettős kereszt, ha már a kettős kereszt szerepel a Dan-ban? Hát igen, mert le lehet olvasni szó szerint betűírással. Mert ha én ezt így írom, akkor a G-hang lesz a székely rovás, ha meghajlítom ez a napnak a napsugárzásnak a jele, meghajtom a föld sugárzásának a jele, ez pedig az elbetű. Összeolvasom. És mi az, ami egy? Az Isten, hát mindenki tudja. Ugye unitáriusok szokták mondani, ezt én is Erdélyben voltam. Egy az Isten, az is unitárius. De persze ez nem így van, ezt tudjuk, hogy nem így van. Azzal lehet letörölni a táblát, ugye? Mindent kipróbálok, mint a rossz gyerek. Ez a legjobb. No, tovább megyünk. Mennyi időben gazdálkodom még, bocsánatot? Tovább megyünk, és most egy kicsit konkrétabban megvizsgálnánk, hogy hogyan működnek a szent helyek. Meg azért is megvizsgálnánk, mert most vettem észre, hogy én még nem vetítettem a diavetítővel, nehogy valakiben hiány maradjon, mielőtt hazamenne, hogy nem is használtuk a diavetítőt, úgyhogy vetítsünk diát akkor. Most diavetítés következik, ez az a pillanat, amikor én ezt kikapcsolom, még jobban lehet halukázni. Attila király, aki látjuk, hogy mind a szellem, most már nem látjuk, mert kikapcsoltuk, mind a szellemiség, mind a lelkiség szintén meghatározója Kárpát-medence működtetésnek. Ezt nagyon jól jegyezzük meg. Tehát az Attilához fűződő viszonyunk egy kulcskérdése annak, hogy tudjuk-e működtetni ezt a hazát, vagy nem. Ugyanis két lehetőségünk van. Vagy jó a viszonyunk Attilához, vagy rossz a viszonyunk Attilához. Ez a képen nagyon szépen látható, hogy mire várjunk akkor, ha jó a viszonyunk Attilához, és mire számítsunk akkor, ha rossz a viszonyunk Attilához. Kezdjük a rossz viszonyat. Hogy Attilának is mivel ember volt, és nem csak ember szabású, majd vezetőink két keze van. Van egy jobb karja, és van egy bal karja.
A jobb karjában tart egy szabját, ez a férfi oldal, ugye a bal karjában, ez a női oldal, ez közvetlen a szeretet oldala, mert a szívből nőtt közvetlen ez a kar. Hát amikor én kitárom a karomat ölelésre, akkor legközvetlenebből a szeretet a szívcsakrából a bal tenyeremen fog kiáramlani. A jobb tenyeremen is, de a bal tenyerem lesz a közvetlen kegyelem és szeretet forrás. Tehát ha én ezt az oldalt akarom megvizsgálni, akkor a bal kar üzenetét kell vizsgálni. A jobb kar egyszerű, szabja van a kézben. Ezt mindenki ismeri a történelmet. Isten kardja. Hát ilyen viszonyunk is lehet Attilával. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy mert mi magyarok vagyunk, automatikusan minket Attila nem fog bántani, ha visszajön Csaba királyfi képével. Egy nagy fészkes fenyő. Mert ha mi már olyan szintre indoeurópaiasodtunk, mint a nyugati civilizáció, akkor velünk ugyanígy fog bánni Attila. Vagyis fogja a szabjáját, visszameci a rosszat. És kiszabja az életet és a halált. Kinek, kinek? Rendetet is. Ne felejtsük el, ez a holdat szól. Tényleg a kivitelező arcol. Mi van a balkar? Országalma. Egyébként nézzük meg a ruházatát. Lepel ruhában van. Csak a feje van. Egészen pontosan az alatt orcáját lehet látni, és a két készfőt egy összes többi az aranyszínű lepel van. Jelenések könyvében fehér lepel. Itt arany. Mind a kettő mit jelképez? Az üdvözülés. Ugyanisen az üdvözlő test, vagy fénytest, vagy ragyogó test, vagy aranytest, vagy csillagtest. Hát erről beszéltünk eddig. Tehát ő közöttünk csillagtestben él. Nyilván Attila nem fog történeti figuraként visszajönni. És majd bejelenti a jegyzőkönyvvezető a szülészeten, hogy meg Attila király, nagyon visszajöttem, kezdj sokkal. Tessék följegyezni ányulakú szülőket. Nyilvánvaló, nem, hát Jézus Krisztus se így fog visszajönni, már megjelenni. De nyilván senki nem tudom, hogy fénytestben fog. Egyébként sokkal nagyobb ereje van fénytetben, hogy ez az illányos. Mert így egyetemes tudom. Mit tart a bal kezemben? Az országalma. Az országalma mit jelképez? Kettő dolgot jelképez. Jelképezi szűkebben az országot, és jelképezi tágabban a földet. Hogy jelképezheti a földet? És hogy szó szerint alma a föld. Mert ha én a földet erőtelével együtt rajzolom fel, erőtele nagyon fontos, mert a külső hatások ott tudnak bejönni, és ott tudnak kimenni. Akkor mit fogok rajzolni? Egy almát rajzolok. Nem? Ez az országban. Na most milyen színű az ország? Arany. Az arany mit jelképez? A fény. A fény és az örök királyság. És az alma egyébként mit jelképez? Hát hol áll alma? Paradicsomban. Mit kell a földben csinálni? Attila, mit csinál a földben? Tígér meg meg? Honnan lehet tudni, hogy ez ígéret, hogy a paradicsomot fogja megvalósítani? Mert a köldökig ezt tartja. A köldök az micsoda? Édesanyám halott vagyok össze. Emeltebb szinten? Az Isten anyával vagyok össze. Ugyanis mi kerül fölé a köldök fölé? A köldök szó ugyanaz, mint a küldök. Ez a küldetése. Hát hol van a köldökön, ahol a küldetésem által lejött, nem? És mi van a köldök fölött? Csatlakozás. Kihez csatlakozom? Édesanyám, hogy az Istenem. Ha az Istenemhez csatlakozom, akkor ez az öv mely követ fogja megjeleníteni. Mert ez az öv testi szinten a köldök zsinót jelképezi. Emel szinten mit jelképezi? Az égkövet. Nincs ilyen. Ezért a beavatás jelképp a felületes. Aki nincs ő, azt nem veszik ki, hanem is beavat. Semmilyen magas a tudás. Mert az égőben keresztül nem kapcsolódik az égőben. Hát régen nem ilyen idétlen nadrágok voltam. Sokkal magasabban volt a nadrág széle. Védte a vesét is. Azért találták ezeket a farmerokat, hogy úgy fölfázol minket. Ezzel is kevesen magja, nem kell számolni. Állj meg, ennyi jóval kevesen magja. Hála Istennek, mondják. Hát erre törekednek. Mikor lesz már 6 millió magyar végén? Az is sok egyébként, de jó, annyi legyen egyefele. Mert akkor a helyébe be lehet hozni. Ugye? És már hozzák is, hát szép számolni.
És milyen vallás alakulathoz kötődik a paradicsom, már éppen a fényfeleszkedésében nem is kell erről többet beszélni. Viszont most elindulunk egy úton, mert a Szent Földre az most a apró közre váltásra következik. Következő ilyen szerint. A nagy homály. És ha valaki abban reménykedne, hogy amikor kiélesedik a kép, fog látni valamit, nem fog. Ez a dia ugyanis úgy van megcsinálva, hogy mindenki járjon utána. Vagyis ez csak az első sorból látszik, meg innen egészen közel. Most még innen sem, mert nem akar élesíteni a gép, de szépen megkérjük, hogy ennél élesebb képet vetítsünk, akkor hát ha sikerül, én nagyon szépen megköszönöm. Igen, hát választás előtt körülbelül így látjuk a helyzetet. Na, most nagyon jó. Következőről van szó. Tehát én át szeretnék térni arra a következőben, hogyan működnek a szent helyek. Egészen konkrétan. A szent helyeket energiák működtetik. Ugyanis a szent helyek önmagukban nem működnek, a szent helyek attól működnek, hogy minden szent hely minden pillanatban összeköttetésben van a világegyetem egészével. Ez nagyon nagy felelősség. Mert minden, amit a szent helyen kigondolok, minden, amit a szent helyen érzek, és minden, amit a szent helyen cselekszek, abban a pillanatban, ahogy ez megnyilvánul, a világegyetem összes pontján megjelenik. Ha én gonosz szándékkal mentem a szent helyre, berontom a világot. Ha nemes szándékkal mentem a szent helyre, fölemelem a világot. Ezért védték a szent helyeket minden időben. A szent helyekre nem mehetett akárki. Eleve a szent helyet észre kell venni. A szent hely milyen hely? Azt szokták mondani, fénnyel megjelölt hely. Isten tényleges jelenlétet tapasztalhatunk a szent hely. Ezért a szent helynek van befelé egy arculata, és van kifelé egy arculata. A kifelé arculatot azért az érzékenyebb emberek is megtapasztalhatják. Ez a kifelé mutatkozó arculat, ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a szent hely nincs alávetve az idő változásának. Mit jelent ez, hogy nincs alávetve az idő változásának? Azt jelenti, hogy végtelen nagy békesség és nyugalom tapasztalható meg minden igazi szent helyen. Békesség. De van befelé is egy arculata a szent helynek, és ez csak azok látják, akiknek van látása. Meg azok hallják, akiknek van fülük a hallása. Ez már magasabb tájékozódási szintet követel. Ehhez már minimum garabancia szintje. Yes. Minden szent helyen ott van Isten fénye. Milyen fény? Nyilván nem zseblámpával világ. Nyilván nem neonreklám van építve a szent helyen, hanem dicsfény. Ezt nevezik hagyományban dicsfény. Isten dicsőségének fénye van a szent helyen. Ezért minden szent hely világít. Akinek szeme van, az látja. Nagyon fontos. Fényben fürözték a szent helyet. Mert dicsőség meglett Istennek, és békesség a Földön, a jó akaratú embereknek. Erről beszél. Ez magának a szent helynek a két arcolat. Na most ennél azért még többet tud egy szent hely. És ez az, amit egy bizonyos Alfred Watkinson kutató vette először észre. Most szomorkodhatunk, hogy nem magyar, de ezzel ne foglalkozunk. Egyébként jobban is hangzik így az előadás, mert akkor nem lehet azt mondani, hogy folyton csak magyar példát. Nem. Tessék, itt van egy délnyugat angolai példa, az időpont pedig a 19. század. Ez az Alfred Watkins, fölírom a nevét, mert megjelent. Nem voltam buka ember, és pont azon a tájékon próbálkozott, ahol Glastonbury-sal. Tehát a Parsifal legendő és Artúr király legendájának a tájékon. Ez a Watkins, angolosan van mondva, egy kereskedő ember volt, ezért járt a tájékon. És egyszer csak fölvagolt egy domb tetején, és mit vett észre? Azt, hogy megalitikus építmények, kőkörök, Stonehenge-ig a leghíresebb, halmok, és a különféle dolmenek, ingókövek nyílegyenes ösvényekre vannak. Nincs olyan megalitikus építmény, ami nem nyílegyenes ösvénye lenne. Ezek a nyílegyenes ösvények azért látszottak a romtetőről, mert kikövezték őket, mégpedig a rómaiak. És a rómaiak pontosan tudták, hogy ezek utak szent helyeket vannak össze, és a kelta birodalom központjában így lehet a leggyorsabban eljutni, magyarul úgy mondanak a toronyjába. Pontosan erről van szó. Mert ma ezeken a mágikus utakon templom toronyokán. Ott pedig megalitikus építmények. Már pedig eljutni a szent központba azért kell, mert egy birodalmat csak a központból lehet irányítani. Ezt egyébként még egy bibliai zsezsinszkának a nemzetbiztonság
ex-tanácsadó is tudja, aki leírta, ez Tornos Matilda, a Magyar Nemzetiségi publikálta, hogy mit is mond Brzezinski. Az embert megint a hidegrázadó és negatív értelme. Ahhoz, hogy Amerika megszerezze a Eurázsiát, innen mit lehet tudni? Azt lehet tudni, hogy nekünk Amerika nem szövetséges. Meg akarja szeretni a Eurázsiát. Amerika az ellenség. Ezt nem ártható. A jelenlegi politikai elit ki ezt dörgőzik hozzá. Busztustalan. Mondom, figyelmeztettek minket, azt hiszem, a nagykövetségről, hogy hagyjuk abban. Most csak azt kéne eldönteni, hogy az amerikai vagy az izraeli nagykövetség vagyok ezek a figyelmeztetés, vagy az, hogy ugyanaz a kettő felszállítása. Na tehát, hogy is tartok? Ott, hogy Brzezinski leírja, ehhez Közép-Európát kell uralni, mégpedig Magyarország. Hát ők pontosan tudják, hogy mit kell csinálni. Na itt vannak ezek a millenyásos fények. Azt gondolta Watkins, hogy ez egy kereskedő utak, hát persze nem tudom, kereskedő volt. Bár azt észrevehette volna, hogy ezek az utak fölmennek a legmagasabb hegycsúcsra, aztán nem mennek a tengerbe, tenger, bocsánat, a tófenekére, vagy éppen van itt egy tér. És ha ezen elgondolkozunk, föltette volna azt a kérdést, hogy hogyan tudok én végigmenni a tanulni a tófenekére, és nekem nincs se könnyű, se nehéz munkát elszerelni sem. Hogyan lehet? Hát tudok a bizonyjára. Vagyis ezek milyen utak? Megvalósítási utak. Mágikus utak. Mihez vezetnek el? A halál előzésének állapotára. Itt ez a tét. Ha le akarjuk győzni, hát végig kell járjam meg az utat. Ki az, aki a magyar hagyományban mágikus utakat jár? Jellemző módon. A garantáció. Ez a dolog. Ezt csinálja. Egész életében járja a mágikus utakat. Jó van? És minden népmessel csinál. Hogy kezdődik a népmessel? Jancsi fiam, fölcseperedtél, indulj el, országot, világot lát. Nem a világot kell látni, hanem a világosságot kell látni. Milyen világosság? Most beszéltünk, hogy Isten nincs fény. Vagyis a szent helyeket kell végigjárni. Szent helyek. Nem Franciaországba kell menni nyaralni. Ugye? Meg likőröket iszogatni Kubában. Hanem a szent helyeket kell végigjárni. Ez a feladat. És a zarándoklatokat kell végigjárni. Mert ebből épül az ember, és ekkor tudja a halált megőzni. A hegycsúcs pedig miért fontos? Azért, mert a régiségben, amikor még nem építettek templomot, az emberiség nagyon sokat vesztette azzal, hogy elkezdett kőből templomokat. Nagyon sokat vesztett. Mert aki kőből emel hajlékot, az kövesíti a szellemiséget. Mert régen az oltárok a természetben voltak. Magaslatok, domb, tető és hegytető. Mert mi volt a templom? Az elsődleges templom, ma is az egyébként. Hol lehet Isten a legközvetlenül legyünk lenni? A természet. A teremtett világ. Isten csillagvárát. Tehát magaslatokon mutatta be bálistennek, a napistennek, ruhozkodjunk meg fehér ruhát. Akik áldoztak fehér dolgokat. Zsidók áldoztak fehér dolgokat. Csak megkérdezem, a legfeljebb terült, de még azt sem, hogy most áldoztak. Kik áldoztak fehér dolgokat? Hát meg a hunok, meg a szkintak. Mert ez akkor a szkintakor, amikor mi Galileában, Kálmánban, nagyon szépen ott vagyunk. Hát Csatvári ezért mondja azt, hogy Attila hol kapja az elhívást? Vár benne. Hát mit keres Attila vár? Így már érthető. Tökéletes. Más országokban is van, mert ilyen nyílegyenes utat, ez lehet venni. Minden országban, ez például délnyugat-angliai példa. De erről olvastam, és csak Angliáról olvastam, más országokban. Hát ez a történelem hamisítás kategóriája. Ez a történelem. Nem, ezek az Alföldön is itt vannak, csak az Alföldön nincsenek kikövezve. Hanem az Alföldön majd fogjuk látni, hogy halom sorok rajzolják ki. Tehát azt jelenti, hogy egy vonalban vannak a halmok, és ha az ember rááll erre a vonalatra, pontosan ilyen mágikus vonalatnál. De a templom torjon is. Tehát nagyon gyakran, amikor azt tapasztalja az ember, hogy három vagy négy templom van egy völgybe, egy vonalra fektetett, ott biztos, hogy ilyen útvonalon vannak ezek a templomok. És nem tudtok. Tehát ebben biztos lehet a templom. Most Watkins még két dolgot észrevett, ezzel még terhelni minket. Az egyik az, hogy a madarak
használják a tájékozódásban ezeket a vonalakat. Ezt ő észrevette. Fölötte repül. Nyilván nem azért, mert lenéznek és azt mondják, hogy ki van követve, menjünk tovább. Hanem azért, mert tudjuk, hogy a madarak mágneses erővonalakkal tájékozódnak. Ezt használják a tájékozódásban, egyébként hozzáteszem, hogy nem is hagyná ezt a belső képességet, hogy menjünk. Nem kéne neki irányítani. Az időt is pontosan lehet tudni, hogy melyik, nem kéne kalackóra sem, nem tudom, hogy ilyen van. A régi pásztorok pontosan tudták, mit mondani évfél. Helyi idő szerint, nem ez a szabad kőműves nyári időszámítás, ide tologatjuk, oda tologatjuk, aztán végképp már se tudjuk, hány óra van. Nem az. A helyi idő szerint évfél, amikor tényleg évfél van, abban a pillanatban ott az van helyen. Na de nem ez a jó. Tehát feltételezte, nagyon helyesen lett kész, hogy mágneses erő áramlik ezen. Ez nekünk nagyon fontos lesz a közeljövőben, úgyhogy jól teszi, aki most fölvés magának már kérdezett, hogy mágneset, mágneses erő van. Miért fontos ez? Azért, mert nagyon nagy bajban van a Föld mágneses erőkkel. Tudjuk, hogy mágneses pólusváltás korszakában vagyunk, és tudjuk, hogy ez már elkezdődött, és tudjuk, hogy egy harmadával csökkent a Föld mágneses térerőssége. És tudjuk, hogy ennek milyen következménye van. Hogy például romlik az emlékezünk is. Miért van az, hogy feledékenyek az emberek? Nem csak azért, mert információ dömkelenyét szólítják ránk, és ettől nehezebbé vált a tájékozódás. Azért, mert az baj, rövid távon emlékezik is, hogy már is is talpon mondják. Már is is alapján. Itt a homlok levei. Meg az agyhomlok. Azért van agyhomlok. Segít a rövid távon emlékezésnek. A csillagászok között közhely, eleve olyan bolygón keresnek értelmes életet, ahol van mágneses tér. Ha nincs mágneses tér, nincs értelmes élet, nincs emlékezet. Hát úgy nem lehet intelligens civilizációt képíteni, hogy valamit csinálok, és holnap már megint előre kell kezdeni, mert fogalmas is nincs. Föl kell halmozni a tapasztalat. Ez az alapja az intelligencia. Megmarad a tapasztalat. A tudatban. Ez fizikai szinten mágneses tervezik. Fúgy az időm, hallom már, nem fogy az óra pikkel rám. Szóval, harmadik is, ez lesz most a legfontosabb, észrevette Watkins, hogy három szó állandóan ismétlődik a földrajzi névanyagban egy-egy gondolat. És ez a három szó három szín. Black, white és red. Magyar fekete, fehér és rúzs. Na most. Nagyon-nagyon fontos a fontunk, bár látszólag semmi. Ugyanis, ha én azt mondom a nyugati alkimistán, barátom, fekete, fehér, vörös, ezt persze neki latinul kell mondani, mert a nyugati alkimia alapján alapján. Azt mondom, nigrédó, ez a fekete, albédó, fehér, és rubédó. Akkor ő tudja, hogy mire van szó, mert mit tud. Ez a három alkimiai szín, három tudatállapot. Milyen tudatállapotnak? Megvalósítás, három fokozatállapot és három tudatállapot. A halál legyőzése három megvalósítási fokozatállapot. Ha én elmegyek keletre, és azt mondom egy zen buddhistán, mondjuk egy tibeti buddhistán, egy kolostorban, hogy fekete, fehér, vörös, rögtön rálák. Igen, ez a trikája tanítás a széles esmény buddhizmusban, a Mahayana. Ugyanis ez három testállapotot jelent, és ennek a három testállapotnak három tudatállapot felelnek. Mert, ezt nyilván mindenki tudja ebben a teremben, mitől függ a mi testállapotunk? Csak is a tudatállapotunktól. Ezért minden nyugati orvoslás halálra. Mert mit kell meggyógyítani? Ezt itt. És a test automatikusan meggyógyult. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha valakinek valami gyulladás van, akkor próbálja meg szellemi. Mert végzetes esetekben szükség van a alapítása. De alapvetően tudni kell, hogy a test állapot a szellem állapotától függ. És ebből következik, mivel a szellem állapota sohasem azonos önmagával, minden pillanatban változik, minden pillanatban a test is változik. Sohasem ugyanabban a testben van, csak ezt nem veszük észre. A közhely két évenként az összes test is együtt kicserél. Hát akkor miért lennénk mindig ugyanabban? És ebből még valami következik, ugye érti? Nem szükségszerű megöregedni. Csak ez nem az alomhoz, mert ma segítenek hozzá, hanem a szemben.
szellemállapotnak a fejlesztése. Egy kicsit nehezebb, mint bekenceficelni az arcukat. De sokkal inkább megérte. Mert ez biztos megoldás. Hát erről a hármasságról van szó. Na menjünk gyorsan rajta végig, hogy mindenki lássuk pontosan, mi van szó. Kezdjük tehát a migrétóval, a feketességgel. Ez milyen tudatállapotkal társadalom? Mi a fekete? Mi az, ami fekete a világban? Hát persze a sötétség, de ha ez a tudatomban megjelenik, hogyan jelenik meg? Nem a tudatlanságban, a tudatlanságot inkább homálynak nevezik. Amikor a fekete belép az ember tudatába, az nincs. Na nem húzom az időt ilyen játékkal, a halál. Egyetlen egy fekete pont van a világban, úgy hívjuk, hogy halál. A feketeség tudata az a pillanat, amikor az ember tudatában a halál elő megjelenik. Bekopogtak. Nem azért jelennek meg, hogy elvigyék az illetőt, csak azért kopogtatnak, de hogy figyelmeztessék az illetőt, hogy létezik a halál. Még ha nem valóságos is, de létezik. Mert hogy a sötétség sem van. A fény hiány, a kedvesleg is. Ez mikor szokott normális esetben megkövetkezni? Kamaszkorig az ember annyira nem foglalkozik az idővel, nem foglalkozik az elmúlással. A kisgyerek különösen Isten tenyerénél szokta Jóska bácsi mondani. Mit jelent ez? Nincs időtudata. Idő fölött él, időn kívül él. Nem ismeri a változást, nem ismeri a fejlődést, azt végképp nem ismeri, mert ez csak én bal oldalon van a fejlődés, változás. Nem ismeri az időt. Idő kívül él. Mikor gondol bele először a elmúlásban, a halálban? Rendszerint ez úgy következik be, hogy édesanyja leoltja a vérnek. Megpróbálja elaludni. Egyszer csak a tudatában megjelenik a halálunk realizációs ereje. Azt mondja, én is érdekes. A gyermek, hát nem gyermek, nem akarsz. Félfel. Belegondol. Mibe gondol bele? Úristen, én is meg fogok halni. Úristen, velem is meg fog törni. És mi ez? És amikor belegondol, érzi a sötétséget magát. Úgy átestek el. Érzi a halált magát. Ezen át kell esni, mert följebb lépni másképp nem lehet. Mert a halál erői azért jelennek a tudatban, hogy arra készítessék az embert, hogy legyőzzek, mármint a halál erő. És tényleg le tudja győzni? Igen. Mert mit kap a kamasz? Egyébként kamaszkorban kezdődött minden beavatás. Kamaszkorra kezdődtek a beavatások. Hát a külföldi beavatási szertartások ennek a visszamaradt emlékei. Ezek mind kamaszkori szertartások. Kamaszkorban lévő gyermek felnőttek vesznek bennezőjével részt. Akár a külföldi király kisasszony választást nézik, akár a legényavatást nézik külföldi. És miért volt külföldi? Hát ezért. Ekkor lehet először ősatyák a vállára állni, és először a múlott vallással találkozni. És milyen vallás ez? A halálba való beavatás vallás. Mert a halált legyőzni csak illetve megismeri a halált. És ez azonnal megkapja az ember az erőt. Mert ilyen végtelenül kegyelmes a Jóisten. Mert a kamaszkor még minek az ideje? A szerelem. Hogyan lehet legyőzni a halált? Szerelemmel. Mert mit viszált az ember az egyik partról a túlsóban? Erről van szó, nagy lászín erről szépen meg. És hogyan lehet átvédni? Hol lehet a folyón az operenciás tengeren átkelni? Ahol a rév van. Rév-révület. Ez a szerelemnek a révülete. Ez maga a magyar ősvallás. Az ősi szerelemvallás. Csak a népdalban fogalmaz, nem azt mondja, hogy ősi szerelemvallás, mert ezt elég nézve neki énekelni. Ősi szerelemvallás. Hanem olyan egyszerűen fogalmaz, hogy csak azt mondja, a régi szerető. Vagy azt mondja, az első szerető. Csak az első tud igazán szeretni. Másodikért, de sokat kell szeretni. Van egy első vallás, és van egy vallás, amire ne cserélték ezt a versenyt. És mennyit kell érte szembenni? Legyünk őszintén. Mennyit kell érte szembenni? Ez a magyarság, itt a Kárpát-medencében egyfolytában az volt a szemben. Ezért a második szerető. Mert lecserélték a régi, vagyis a régi szerető. És ki az első szerető? Mindannyian átestek a képtőnek, láttok, mert ragyog a szemek a rá. Az első szerető az első, akivel találkozik.
és nem az első szerelem a legelementálisabb szerelem. Most őszintén, de bizony, és miért vajon? Tudják mi? Mert mindenki az első szeretőben a régi szerető is. És ki a régi szerető? Az, akit ott hagytunk a túlsó után, ami saját felünk. Ezért felség. Ezért. És férj, mert a férj is a fél szóval, amivel kiváltozott. Mert mindenki ott hagyta saját felét a túlsó világban. Ő az ő fénypárja. Férfinak nő, mert ez egy tükörvilág. Nőnek pedig férfi. És hogy lehet vele egyesülni? A halálon keresztül. Mert vissza kell menni. És ez az égi nász. Ez az égi nász. Hogy fejeződnek be a népmesék? És még három napig döbbenetes. Tehát ez a feltámadás mérőszáma. A fénytest megvalósulásának mérőszáma. És a jelenések könyve hogy fejeződik be? Nem egy égi mennyegzőben? A bárány mennyegzőjében. Szájbarágva elmondja Krisztus, hogy szerelemvallásról beszélek emberek. Értsétek már meg. Csak mivel ebből a romlott vallásból, amit ti most kereszténységnek neveztek, likvidáltátok a nőt, ezért nem marad benne szerelem se. Csak olyan, ami a Fodor Gabikának való, meg az SZDSZ-nek. Fiú a fiúval, meg lány a lányjal. Az jó. Nekik. De igazi szerelem nem marad benne. Mert nincs benne a nő, mert ki a szerelem forrása? A nő. Ki a kegyelem forrása? A nő. Üttörténeti szinten is. Ezért volt mindig Isten anyánk elsődlegesen. Isten anyánk volt. Őt vették el. A régi szerető. És ezt a régi szeretőt az első szeretőbe fölismerem. Mert minden nőben ott van Szűz Mária. És a férfi ezt az ősképet fölismeri. És föllobban lenne a szerelem. És vegyük észre a legnagyobb kegyelmet. Mert mi történik, amikor az ember szerelmes? És a másik is szerelmes. Megnyílik az ég kapuja. És mi történik? Egy lélek jönne. Egy megváltó születik. Mert minden gyermekkel egy megváltási lehetőség születik. Minden gyermekkel egy Jézus Krisztus születik. Csak azért nem lesz belőle Jézus Krisztus, mert az anya nem tud Szűz Máriával teljesedni. Hanem mit csinál helyette? Most szélsőséges a példa. Terhességnek nevezi, és ebből következik, hogy majd utána becsomagoljon állja az acskóba, és kidobja a munkába. És nem élünk a meg. Minden pillanatban kapunk egy megváltási lehetőséget. Mert ami fönt a Szent Háromság, az lent a család. Mert a Szent Háromság, a fény, a fényfi, a fényszűző. Nem a Szent Lélek. A Szent Lélek őket összekapcsolja, ez egy működő erő. De nem ugyanott van, ahol ők hárman. És ennek a földi vetület a család. Miért a családot rombolja a sátán? A sátánnak a szavonképes nevem az, hogy liberalizmus. A liberalizmus az a sátánnak az ideológia. Miért rombolják a családot? Ezért rombolják, mert fel a Szent Háromságot. És helyébe teszik a homokos Szent Háromságot. Amiben nincsen nő, csak Szent Lélek van. Sajnos ez az igazság hívőke. Pedig a gyermek pontosan ezt a szerelmet viszi tovább. És ez nem szeretet, ez több. Mert a szeretet és a szerelem között az a különbség, mint hogy a kályha alig melegít, vagy teljesen forr. A szerelem a szeretet fölfokozott állapota. És nem erről beszélünk a evangélium, amit mondta a teremtő atya a fián, táborhegy átváltozásból. Imád egy szerelmetes fiam. És mit mond a magyar paraszt a szemünk, hogy már szerelmes Istenem. Szerelmes Istenem, mint szólt hozzá. Szerelemmel szeretik. És milyen az az ember, aki szerelmes? Azonnal látszik rajta. Miért látszik rajta? Mert ragyog a szeme. És ragyog az orcája. És milyenné válik a testem? Fényűrű. És hol jár a szerelmes? Előbb az. Levitációnak hívják el. Egyébként őrült fizikusok odáig mentek, megmérték a testük képzeléken. Nem tudom. És kiderült, hogy amikor nem lesz szerelmes között. Na, hölgyeim, itt a fogyó. Tényleg, ez a legtökéletesebb fogyó. Egyébként erről szól a műveltség. Erről szól a műveltség. Nézzék meg, hogy az indoeurópai műveltség minden pillanatban milyen képeket nyom a médiában. Tessék megnézni. Erőszakot? Halált? A halál kultuszát? A gyilkolásnak a kultuszát? A gyűlöletnek a kultuszát? Igen. És ezzel szemben milyen műveltség áll? A miénk. Ezért vagyunk újban.
egész világnak úrva vagyunk mi magyarok. Mert mi a szerelemnek a népe vagyunk. Mert hogyan fogadta a vendégeket a magyar? Végtelen szeretettel az otthonában. Nem tett megkülönböztetést. Ez a szerelem, mert a világ szintű Magyarország. Ez a nemzet a világ szintűnek nemzete. Ez a szerelemnek a nemzete. Mert a szerelem nem végig. Azt szokta mondani a sátán. Hát persze, összeállítottak. Hú, de jó. Eltelik egy, kettő, tíz. És mi történt? Kívül a szerelem. De nem baj, mondja a sátán, mosolyogva. Szeretetté nem esett. Nagy bűnös frász nem esett. Nem penész, hogy nem esett. A szerelem vagy kívül, és akkor nincs, vagy pedig van, és akkor szerelemnek hívják. Mert mi a dolga az embernek? Amit a kamaszkorban az első szeretővel, a régi szeretőre visszaemlékezve. Mert ezt a nőt keresi minden férfi. És ezt a férfit keresi minden nő, ne felejtsük el. Az őskép ott van a szívben, és kutatjuk. És ha megtaláljuk a Földön a legtökéletesebb másolatot, akkor boldog a házasság, mert az égben kötetnek a házasság. Tényleg. Ha nem, akkor elromlik a házasság. Mert akkor nincs hozzá erő. Hát nincs őskép, nem hasonlít azt az ősképre, elfogy a türelme. Elfogy a türelme. Ezt a szerelmet, amit az első szeretőben megtapasztalt, és a gyerek viszi tovább a születésével, mint a kovászt a kenyér. Viszi tovább a szerelmet. Hát ezért a család az alapja a közösség. Magát a szerelmet, az összetartó előzőt. Azt ki kell teljesíteni a család. És aki teljesítettem a családba, ki kell teljesíteni a közösségbe. És aki teljesítettem a közösségbe, ki kell teljesíteni a nemzetben. És aki teljesítettem a nemzetben, ki kell teljesíteni a világban. És ha a világ mindenségben mindent olyan szerelemmel tudok szeretni, mint az első szeretőm, akkor a nyertek. Ez a megvalósítás felső. Ez a szerelem teljesítés. Ez szerelem. Így szerelem. Ezért nem tudok mást mondani. Magyar anyák, könyörgöm, szüljenek magyar gyerekek. Mert amíg a megváltó leszületik, addig ezzel az országban nem lesz. Nagy baj akkor lesz, nem születik meg a gyerek. Ez a Földön. És hogy mit kell csinálni az égbe, menjünk a szent helyekre, csak nem tudom mennyi időt. Nagyon sietek meg, nem? Még egy képet nézzünk a ősi ösvényekről, hogyha szabad mutatnom. Akár még a villany is maradhat, de így jobb, mert mindenki fogja látni, ez egy légi felvétel, hogy gyönyörű egyenes ösvények kötik össze a szent helyeket. Délnyugat Angliában, és nem csak ott elvezetek. Itt a Kárpátia. A következő képet is megnézzük, és kerül, megköszönöm a látni. Itt van az, amiről beszéltem. Az észak-amerikai indiák kultúrákban, a fölfelező ennek, ilyen földábrákat és halomsorokat építettek ezekre a legelsőségekre. Így lehet őket megismerni. Vagy halmok állnak egy sorban, vagy pedig templomok állnak egy sorban. És akkor ott van az esemény, végre. Na de mi működteti a szent helyeket, és mi működteti az eseményeket? Köszönjük szépen a jelentítést. Visszakanyarodunk a írásvetítőhöz, és most tényleg apró pénzre vágyunk a dolgokat. Kedves egészségére. Természetesen a szent helyek a középső világban működnek elsőlegesen, tehát a középső világ energia természetét kell megkeresni. Az utóbbi 10-15-20 évben kialakult egy olyan megismerési mód, amely ezeket a hullámjelenségeket, ezeket a vibrációkat idegen szóval, ezeket a rezgéseket tapogatja le, és radiesztéziának nevet. A szent helyek kutatásával én ilyen módon kerültem kapcsolatba, egyetem éveim alatt megismerkedtem a radiesztéziával és a szent helyek kutatásával kezdtem el foglalkozni. A szent helyeknek az energiái három lépcsőben működnek. Tehát egymás fölött három működési szint van. Kezdjük azzal, ami hozzánk egyénekhez a legközelebb áll. Ezt fogom a leghétköznapi működés szintnek nevezni, és a legember szabású működés szintnek. Leghétköznapi működés szintnek azért fogom nevezni, mert ennek az energiarendszernek a pulzálása, a hullámzása, a dobbanása, a dobogása, innen lehet tudni egyébként, hogy hogyan lehet működtetni ezeket az energiákat. Nyilván leginkább dobogással, vagy dobolással, vagy zenével, a lélek zenével. Tehát ez
ezen a szinten a pulzálás az napi ritmusú, vagy legalábbis közel áll a napi, tehát a tengeri forgás, vagyis a 24 óra ritmusához, nem pontosan 24 órás, mert a hold mozgása is rávetítődik, ezért 36 órás lesz a pulzálás. Ehhez a szinthez, amit azért nevezünk ugyanakkor a legember szabásos szintnek, mert minden egyes egyénhez oda megy az energia, a Teremtő Isten energiája, és megpróbál ezzel az illetővel párbeszédet folytatni. Az, hogy mi nem folytatunk vele párbeszédet, nem azért van, mert rossz az energia, hanem azért nincs fülünk a hallásra. Minden egyénhez oda megy, és megvizsgálja az enyém lelkét. Ehhez az energia szinthez 12 háló tartozik. Ahol a nigrédóban, a halálba való beavatásnak a fokozata, ahol maga az egész megvalósítási folyamat, ahol a három test tanításában az úgynevezett megkülönböztetés test van, ezt Nirmana Kaya-nak hívja a tibeti buddhizmus, a megkülönböztetés test van, ott találjuk ezt a 12 hálót. Egyébként gondoljunk bele, hogy milyen fontos a beavatás kezdetén a megkülönböztetés. Mi azt mondtuk, hogy ez a halál felismerés. Vagy meg tudod különböztetni a világosságot a sötétet. A jelenkor nyelvi háborúja pontosan mit próbál a lásni? Ezt a megkülönböztető képességet. A világosságot sötétségként árulják nekik, a sötétséget világosságként. Ezt összefoglalni a New Age-nek nevezik. A buzerásra azt mondjuk, hogy meleg. Szóval azért gondoljunk bele, mi köze van a hőmérséklethez a buzerásnak. Elképesztő, nem? Az ember már nem mondhatja azt, hogy elmegyek meleg vízbe fürdni, mert már ott van a furcsa mosoly az emberek azon. Meleg vagy barátok? Nem lehet, ez egy többenetes. Egyszer lecserélik a fogalmakat, nem lehet magyarul beszélni. Legyen már a buzi-buzi, mert azt szeressük le. Igen, van, hogy beteg vagy nem beteg, de nem meleg. Mert akkor én mi vagyok, hideg? Vagy langyos, vagy mi a jó feladat? Így lesz a média sztárból csillag, ugyan a sztár a szemben csillag. Leszedjük az ég voltra a csillagot, és helyre adjuk ezeket a szerencsétlen. Elképesztő. És ez a nyelvi háború azért folyik, hogy pontosan ne tudjuk megkülönböztetni a világosságot a sötétséget. Mert csak aki tud megkülönböztetni, az tud azonosítani. Világos. Tehát a nigrédóhoz, ehhez a testhez, a megkülönböztetés testhez, ez a 12 háló tartozik. 12 háló az egy energiaháló. Úgy tessék elképzelni. Idegen szól a raster háló, magyarul rács háló. Vannak energiacsomópontok, és az energiacsomópontok egymással kapcsolatban lépnek, létrehoznak egy ilyen nevezett interferencia hálót, ezt a fizikusok interferencia hálót. Maga egy ilyen energiacsomópont oldal nézetben egyébként így néz ki. Nagyon érdekes. Ugye a fizikus azt mondja, hogy állóvilám, mert vannak duzzadó helyek és csomópontok. Én átfogalmazom a mitosz nyelvére, tovább rajzolom, és akkor mindenki fogja tudni. Most én nem nagyon rajzoltam, így jövő. Szemed rajzolok neki és nyelvre. Mindenki fogja tudni, mert a máshol nem a patikba bejáratnál. Gyógyulás. Gyógyulás ettől függ. Ezt úgy nevezik, hogy kígyó energia. Kelten kundalini energia. És ez minden emberben működik. Mert minden emberben igen van föltekered van. A medence csakrán. És minden emberben ott van az égig élő fa, ezt gerincoszlopnak figyelhetünk. És ezt a kígyó energiát föl lehet szépen emelni a égig élő fán, ismerős a képen. Még a rossz lehetségbe is belül van. Ádám is ér, hogy üdözgetnek, ott van egy almat, ha véletlenül, rajta van egy kígyó, és az azt hiszem, hogy ott is szám. Ez a jó és rossz tudás fája, ott van az örök élet fája. Én most az örök élet fájára beszélek. Most legkönnyebb a medence szentélyben, mert az emberi testnek templomnak felejtsük el. És honnan lehet ezt tudni, hogy Jézus Krisztus tomajától? Na, ugye a farizeusokkal elkezdik tartani. Most ott kétséges, mert tesz egy ilyen kiállítást, hogy lerombolom a templomot, hogy nincs mesel. Annyira hülyék vagytok, hogy nem vagyok. És akkor kétségesnek, hát 46 napig építettük mester. Vagy évi, bocsánat. Igen, a 46 napig, akkor még a jobbik esetben. És mit mond erre Jézus Krisztus? Innen lehet. Ráadásul, amikor keresztet veszik, mi elszakad a kárpit, majd jön egy földrengés, majd összeadod a fegyet. Most ezt már tudatosítani kéne meg. És csak megpróbálj fölépíteni. Ugyanoda. Maga most az alapszamocsák van, ami a Mohamedának második legfontosabb számára. És nyilván ez ezt le kell rombolni, most lehet tudni, hogy ezt leromolják,
hogy odaépítsék a sajátjukat, mert jelenleg csak egy fal darab van meg, ami előtt ugye azóta így hajlonganak, és véletlenül se fordulnának meg. Mert akkor rájönnek valamire, József Attila már rájött is leírva. Hát ez az, hogy végig ott átálltak, hogy Jóisten. Ezt nem veszik észre, mert ők állandóan ezt csinálják, szerencsétlenül. Oda fogják képíteni. Igen, ám, de ennek mi az ára? Minimum egy harmadik élet. Erről te megjelensz. Ezt a medence szintje a legkönnyebb kiegyenesíteni, ezt minden bérkült, hogy ugye adnak a nyelvtel szavakja. Ettől mi még nem vagyunk emberek. Ez az állami szint. Tehát aki erre büszke, az vagy a tudomás, hogy az állami szint. De szét lehet itt is sugározni, ha felemeltük, és szét lehet itt is sugározni. Ez a fáraóknak kórás koronája, vagy szét lehet a fenyőt a csatán keresztül, ez maga a magyar szent korona egyébként, vagy az indiánok tollas helyzet. Ezen három szinten fogunk végteni, már egyszerűen. Most a 12 háló közül a legismertebb az, ami van ott itt le. Ez 60 hálónak végül a szakítani. Azért nevezték el 60 hálónak, mert 60 német orvosról lett közben őről híresült el. Egyébként egy Hermann Mihály nevű magyar orvos fedezte föl, de mivel őt elgáncsolták, így a szakirodalomban a 60 német orvos nevét vezették be. Ennek a raszterhálónak a nevé. Emellett még van 11 ilyen raszterháló, ami ehhez az energiarendszerhez tartozik, mindegyik 36 órával pulzál, és mindegyik egyéneket vizsgál. Az egyének lélek minőséget vizsgálja, meg hogy hogyan erről mindjárt lesz szó. Ennek a rácsállandója változik, tehát hogy milyen távolsága vannak egymástól ezek a délszak-dél-kelet-nyugati sávok. Ez változik, ugyanis azok a sarkú fele összetartanak, az egyenlítő fele széttartanak, és a mi szélességünkben nagyjából 2 méterenként van egy ilyen sáv. Az egyenlítő 6 méteres a rácsállandó, milyen jól égenek. Azért olyan vitálisak. Viszont a lapföldön, és szerintem a télapó ezért jár el mindig, vagy Mikulás, bocsánat, onnan a lapföldről, nem bírja elviselni, hogy ott már 1 méternél szűkebb ez a rácsállandó, és inkább utazik helyette. Ugyanis mit mond a természetgyógyászat erről? Egészségkárosító. De ahol az ágy benne van ilyen csomókban, vagy sávban, egyéni érzékenységtől függően, 8-10 év alatt, mondom, egyéni érzékenységtől függően, ugyanott alvás esetén daganatos betegségtől fellépik ott, ahol ez a sáv, vagy ez a csomópont elhelyezkedik a testen. Na most ez az a pillanatnak már mindenki megjön. Úristen! És ilyenkor a természetgyógyász természetesen bedobja az ajánlatot. Ki kell mérni a lakást. Szobánként csak 25 ezer forint, de semmi. Fölajánlja, hogy elmegy, és kimérje a kert, és akkor húzogatják az ágyat. Most ez a játék nem erről szól. Ugyanis 80-as években még csak a 60 háló volt egészségkárosító. Ma már 4 háló egészségkárosító, 4 háló okozhat potenciálisan daganatot. Meg is mutogatom őket, hogy megismerkedjünk velük. Ez a híres ferde háló. Egy kicsit ritkább, mint a hartmann háló, most ezek a rubrikkal, meg hármas hangokkal foglalkozunk, ez egy fizikusoknak készült fólia, azért van rajta, de maga a hálószerkezet így néz ki, ezért nevezik ferde hálónak, mert a hartmannhoz képest 45 fokos szögben helyezkedik kell. Ma már egészség károsító daganat keltő hatást tulajdonítani neki. Bizonyította, ez a szélrózsa irányú háló, még ritkább, mint a hartmann háló, de arra hasonlít, szintén egészség károsító daganat keltő hatással rendelkezik. Ez a híres gótháló, még ritkább, mint az előző hálók. Azért nevezik góthálónak, mert a gótikus katedrálisok szimmetria tulajdonságaik és a beleépített szimbolika okán ezt az energiarendszer stimulálja föl és használja a liturgia során. Szintén egészségkáros. Ma már. Nem volt az, ma már az. Ez a két ferdeháló együtt. Mert hogy két ferdeháló van, komplementál vissza magunkat egymással. És én vettem a fáradtságot, és látva a tendenciát, hogy a 80-as években még csak a 60 hálók a egészségkárosító, illetve azok a föld alatti vízerek, amelyek a 60 hálóból generálnak egy saját erőteret, ma meg már 4 háló egészségkárosító, kiszámoltam, hogy ha ezt a tendenciát követjük, mikor lesz mind a 12 háló egészségkárosító. Ez nem lineáris tendencia, csak mondom, hogy ha valaki nem érteni, hogy miért ezt az időpontot adom meg, ez egy exponenciális, ez a matematikusok nevezik tendencia. És mondom az időpontot. 2012. Így néz ki a 12 hála egymáson. Kérdésem csupán annyi. Hova teszik majd az át?
ebből lehet látni, hogy nem arról szól a játék, hogy tologatjuk az embert. Egy dolgot kell tudni. Ezek szakrális energiák. A Teremtő Isten energiák. Csak a legkisebb léptékben. Miért jönnek? Szó szerint az önvizsgáztassan. Ez az első fokozathoz tartozik. Tükörvilág energiái. Ezért nem látható. Bár a gyereket látják. És ha valaki elkezd velük foglalkozni, ő is előbb-utóbb látni fogja. Mind a hálat összesen. Tükörvilág energiái. Na most, egyszerűsítsük le a játékot. Van két polaritás. A világ van, mert a világ duális. Nevezhetjük férfinek, nőnek, teremtőnek, befogadónak, világosnak, sötétségnek, leegyszerűsítve, én most pozitívnak és negatívnak nevezem. Ez nem jelent erkölcsi minősítést, ugye világ. Na most, ebben a világban, ahol tükör által homályosan látunk, állapostól szerint is nagyon igazán. Hogyan működik ez a két pólus? Hát már Coulomb, a francia fizikus észrevette és le is írta, az ellentétes pólusok hozzák egymást. Ez így van, gondolj csak bele, még emberi léptékben is így van, kivéve az SZDSZ, Fodor Gábor és férfi vonzza a nőt, nő vonzza a férfit normális esetben. Pozitív töltés vonzza a negatívat, negatív vonzza a pozitív. Mi van a tükörvilágban? Vagyis ezen energiák rendszerűen. Azért hívják tükörvilágnak, mert minden megfordul, ugye tudjuk. Voltaképpen ebben a világban akkor lépünk be, akkor meghal. Na most mit mondanak azok, akik visszajöttek a halálba? Első jelenik az, hogy látják az életüket, de hogyan? Visszafele telik. Ugyanis az idő visszafele telik abban a világban. Minden visszafele van, még a spény is. Az elektron spények ott fordítva mindig. Nem elektronnak hívják, nem antielektronnak hívják, de nem menjünk bele a fizikába. Hát ezt már a fizika is ismeri, ezt a játékot. Ott a férfi nő, a nő férfi. Ott a jobb oldal, a bal oldal. Hogyan fog gyurcsány tévedni? Képzeljék el, és azt gondolja, hogy bal oldali, átmegy, és jobb oldalival válaszol. Kész. Tehát ott teljesen átértékelődik minden. Most tényleg ott a múlt fele megyünk, és nem a jövő fel, és mi lesz a két töltéssel? Mi lesz a két pólussal? Az azonosak fogják egymást vonzani. Ezt nevezik a mágiában szimpátia törvénynek. Azonos rezgésminőség az azonos rezgésminőséget hívja be a túlsó világból. Hogy mi nem tudunk átlépni, annak egy oka van egyébként. Ha belenézünk a tükörbe, sajnos önmagunkat látjuk. Ezt nevezem én Éva tükörnek. És ez az a tükör, ami előtt van önszépítés. Csak önmagát látjuk. Hogy lehet ezen a tükrön átmenni? Nagyon egyszerű. Meg kell szüntetni az egyet. Na most van a magyar hagyományban Mária üveg. Tudják mi a Mária üveg? Félig áteresztő. Amiben ha belenézek, nem csak magamat látom, hanem rögtön azt is, aki mögöttem. Vagyis önmagamat fölismerem a másikban, és a másikat fölismerem önmagamban. Van Mária üveg, és van Éva üveg. Mert van visszövetség, és van visszövetség. Van a romlott ember, az Éva, és van a hőskép, Szűz Mária boldogász. Kiki döntse el, melyik hagyomány a csatahoz. El lehet dönteni, szabad, csak a következményeket el kell viselni. Ha valaki jó szövetség hagyományt helyen, kétségtelenül kiválasztott lesz. Csak nagyon korú fog járni. Egyébként, mert ha szerves modellben gondolkozunk, bocsánatot kérek, a kiválasztás, hogy milyen szervműködés az ember. Hát ennyit erről. Nem a legemeltebb szint, ugye? Bár kétségtelen a növényvilágnak nagyon hasznos. Ennyit erről. Na most, ha pozitív a negatívat taszítja, és pozitív a pozitívat, és negatív a negatívat, egyetlen kérdés maradt rám. Képzeljük el, hogy este lefekszünk. Háló, tehát a hálószobában fog dönteni működni, benne van elébe. Lefekszünk. De előtte még megnézzük a tévéhíradót. És öt horrorfilm. Milyen lesz a vibráció karaktere? Pozitív vagy nem? Ezek negatív hálók. Mit fog csinálni a negatív hálókkal, amit negatív időt? Oda fog adni. De ha én szerelemmel a szívemmel fekszem, pozitív lesz a vibráció. Mit fog csinálni negatív hálókkal? Mi fogja taszítani a szóval? Miről szólt ez a játék? Oda hajolt hozzám Isten, és megkérdezte, ki van a szívedben. Ja, te negatívan vibrálsz? Kedves barátom, kell egy figyelmeztetés, mert különben teljesen elvédeni, ha megkap a figyelmeztetést. És jön a betegség. Először csak kis gyulladás. Nem figyelmeztetés. Nagyobb gyulladás. Nem figyelmeztetés.
átjön a daganat, nem tett más. Hát arra már csak odafigyelni. Na most, én csak annyit mondom. 12-en vannak és hálóval dolgoznak. Hától emberek. Szó szerint ez történik, ugye érted? Minket halászgatnak. Észreveszed már, hogy mi a dolog? Hát egészen más csinálni. De a sátánnak is van egy hálója, szintén emberekre halászni. Internetnek. Ugyanis azok a gyerekek, akiket kifog és egy virtuális világba emel át, nem fogják észrevenni a Jézus eszem. És tudják, mert szomorú, már a szerelmet is lett virtualizálni. Elektródákat kapcsolgatnak magukra, főleg ugye ide. És aztán nézik a nőt. Sík hullámba képen és élveznek. Csodálatos, ugye? Ez már nem is az övvonal alatti szerelem, ez már nem tudom, hogy miért nézzük. Holott a szerelem a legmagasztosabb. Mert csak a szerelemben van együtt, a régi szeresőt keresik. Csak a szerelemben van együtt a szellemiség, a lelkiség és a testiség. Hol van még együtt? Sem van. Illetve egyetlen egy helyen. Az ételit a szertartás. Egyétek ez az én testem. Igen. Jézus Krisztus a testetől tud szerelni. Szűz Mária és a testemet lesz. És ez a lényeg, és minden más már nem lesz, és komolyan. Na de van ennél emeltebb szint is, mert ez csak azoknak szól, akik még potorkának a digrétó fokozatban, vagyis az élet és halál megkülönböztetésének fokozatában. Következő is háló, de már csak hárman vannak. Jaj, bocsánat. De kettesben. És ide kell jönni hárman. Három háló. Már nem a méteres nagyságrendben működik ez a három háló, hanem 15 kilométerenként van egy sáv, ami nem néhány centiméter széles, mondjuk 30 centiméter, mint a parkban háló sávja, hanem 6-8 méter széles. Látható, hogy ezt már egy ember nem tudja működtetni. Hanem mik voltak 15 kilométerenként régen? Falvak. Középkori falvak. Mert ezt egy falu közösség tudja optimálisan működtetni. Hogyan lehet működtetni? Tudni kell, mi épült rá. Ezekre a csomópontokra régen halmok, később templomok építettek. Na, hova építették a templomot? Dombra. A templom oltára az energia csomópontra. És ezeket imádsággal lehet. És ha egy falunyi ember együtt imádkozik, rárezeg ez a csomópont. Három háló van itt. Jellemző a nevük. Mária háló, Krisztus háló, Szent György háló. És ezek nem rombolnak, nem betegítenek, hanem gyógyítanak. A Tápiusz Szent Mártoni háló azért lehet gyógyító, mert rajta 16 szentgyógyító. Ezek gyógyító energia. És ezeken a helyeken nincsen rácsháló. Nincs 12 háló. Miért? Mert nincs rá szükség. Hát aki szentgyógyítóban imádkozik, az már mégiscsak emeltebb állapotban van, mégiscsak a szerelem mozgatja valahol. Na ez fog megfelelni az állítónak, a fehér fénynek. Mert a szerelem az égben fehér. Fehér fény. Mit mondanak akik visszajöttek a halálból? Láttak először is egy alagutat. Ez maga a halál, a sötétség. És mit látnak az alagút végén? Olyan fehér fényt, amilyen a Földön is. Nagyon szépen köszönöm. A tibeti halottas könyv nagyon csúnyát, nem ilyen szépen nevezi, elsődleges fénynek, meg másodlagos tudati fénynek nevezi. Ezt kell a tudatba emelni a halál pillanatában, akkor tudjuk tovább lépni. De gyönyörű a neve ennek a testnek, ami ez az albédóhoz, ez a fehérséghez tartozik. És könyörgöm, a fehér fényből beszélnek. Hogy nevezik a koronázási központot Magyarországon? Mire várunk? Erre a fényre, ugye világos. Miben temették el a királyokat? Fehérbe. Milyen lett a testük, amikor átlényegült? Fehér. Ugye érthető? Ez maga a szerelem. Földön túli fény, és hozzá zene társul. Gyönyörűen leírják, akik visszajött. Igen, ez a három háló működik itt, ezen a szinten.
de mehetünk tovább, mert van a rövidó, a vörös. Ja igen, azt szerettem volna mondani, bocsánat, Sambhoga Kájának hívja a hagyomány a Zen buddhizmusba ezt a testet. Ez Zen buddhizmus, de vagy Zen buddhizmus, tibeti buddhizmus, a Mahayana buddhizmus. Mit jelent a Sambhoga Kája? Magyarul gyönyörű neve van, és most visszaigazolódik minden, amit mondtam. Összegyönyörködés test. De értik. Ez az, amit az ember tényleg először a szerelemben él. Amikor együtt van. És átöleli a másikat. És megnyílik tényleg az őket. Ha valakinek hosszú ideig nem születik gyereke, nem biztos azért van, mert lehető. Azért van, nem igaz szívből. Csak a test kielégedés. Ez kevésen hozzá. És ha mégis gyerek születik, érzék, mert sajnos olyan lesz, aki csak testi vágyból szeretkezik, vakarózós gyereket fogalmazik. Érzék, ha elkés lesz. A szerelem hiány. A gyerek azért vakarózik, mert nem örökítődött át benne a szerelem legjobbosabb hőfoka. És miért vakarózik? Mert a simogatást akarja pótolni a bőre. Csak ez már ilyen intenzívé vált, ugye világos? Látták azokat a romániai kisgyermekeket, akiknek nincsenek szüleik, és bezárták őket rácsoságyba? Törzsölték a fejüket és a bőrüket az ágyhoz. És miért? Elmondta a pszichológus, mert nem kapnak szeretet. Ez az allergia. Szeretet hiány. Ez a mi felelősség szülők. A következő fokozat gyönyörű a neve keleten, a Trikája tanításban. Dharma Kaya. Magyarul törvénytest. Ezt én szebben fogom mondani, ha János apostol segítségül hívom. És az ige testélő és közöttünk lakozik. Ez a krisztusi fokozat. Egyébként nem véletlen, hogy a vörös színt sajátították ki a sátánistát. Fekete és vörös, gondoljunk bele. A szocialisták, a nemzeti szocialisták. Mert azok is baloldaliak voltak, benne van a nevükben. A szocialista. Hát Hitler szocialista volt, nem? Ugyanúgy, mint Gyurcsány. Csak ez nemzeti, az meg nemzetközi. Ennyi a különbség, egy közi szócska. Egyébként a szellemiségben is ennyi a különbség. Tegyük már ezt. Ugyanúgy szabadkörös jelképeket használ. Ugyanarra a programra szerveződtek meg. Ugyanarra a programra. Csak így jobban el lehetett adni a hátás. Haladunk, emberiség, haladunk, reformok. Reform Magyarország. Szüljünk, azt mondták, szüljünk új Magyarországot. Hát Gyurcsány már szülni akar, képzeljék el. Már méhet fog magába ültetni. Elképesztő. Itt tartunk, már szűz Máriát. Harmadik fokozat. Nincs háló. Fölbomlik a háló. Iszonyúan széles utak vannak, nagyon csúnyát mondtam, látom. Iszonyúan széles utak vannak, amik nem egyenesek, és nem szerveződnek raster háló szerkezetben. Viszont egy valamit nagyon szeretnek. Elágazni. És mivel az égbolton ilyet a tejút szeret csinálni, elneveztük ezeket csillagosvények. Ezek 60 km szélesek is lehetnek a dagályok. Rajta. Itt már nincs 12 háló, nincs 3 háló. Értsük úgy, hogy ezekből szerveződik és lényegül át ez a rendszer. Tehát egy igazi fraktál mondaná a matematikus, egy igazi hologram mondaná a fizikus. Miként a mennyben így a föld? Miként nagyban úgy piciben? Mondaná az emeltebb szinten tájékozódó pap vagy teológus vagy akár. Csillagösvények és ott, ahol találkoznak, ott, ahol elágaznak. Egy újfajta előminőség jelent meg, egy úgynevezett törvénytér, ami egyszerre két irányba örvénylik, hogy melyiket érezzük az apósit, hogy melyik a hangolódik rá. Vagyis egy kozmikus forgórúzsa találkozik. Egy energia forgórúzsa, minden ilyen csomóforma. A rúzsa pedig tudjuk Krisztus és Mária irányba. Mert ezek lesznek a Kárpát-medence Mária kenyerei. Mária Pócs, Mátra Verebé Szentkút, Mária Rajna, Csíksomló, és lehetes. Mert hol van a legtöbb Mária kegyhe? A Kárpát-medence. Hol van a legtöbb csillagos? A Kárpát-medence.
tehát hol futnak össze a te útvonulatok, mint kehelyre, mint medencében, Kárpát-medencében. Hol van a Grál a föld? A Kárpát-medencében. Hol van Noé hegye? A Kárpát-medencében. Igen, igen. Hát ennél gyönyörűbbet azt hiszem elképzelni sem lehet, és hogy lehet ezeket a csillagoságokat érzékelni? Pontosan úgy, hogy a szerelmet. Semmi misztikus nincs benne. Aki volt szerelmes, már érzékelt a csillagoságokat. Mi a szerelem titka? Tehát nem ez, hanem azt, hogy ki kell nyitni a szemet. Mi a szerelem titka? Föl kell áldozni. Így lehet megtalálni a csillagoságot. Egóval nem lehet. Individuumban nem lehet. Énnel nem lehet. Csak nyitott szív. Magyar szív. Mert azért a szív. Mert a szív. Ez nem minden van. Fél óra legalább. Jaj, igen. Na. Tovább megyünk. Visszatesszük a szív. Mi köze ennek az egésznek Attilához? Hát ez egy jó kérdés, én ezt ma nem mondom el, mert nincs már időm. Következő tétel az az lenne, hogy megvizsgáljuk, hogy az Attilaság azért került ide Attilának a rekonstruált Magyar Szent Kolonán szerelmű eredeti románc képe. Mert itt az Attilaság az egyik fő működtető, legalábbis számomra. De hogy hogyan működteti Attila ezt a tájat, ahhoz nagyon sok mindenre szükség lenni. Hogy megismerjük. Nyilván, ha mi az Attilaságnak, mint működtető erőnek az érvényére vagyunk kíváncsiak, akkor nem az Attila életmű történet, tehát életben lejátszódó részét kell vizsgálnunk, hanem a halál utáni részét. Vagyis hova kell visszahelyezkednünk? Az attilai temetési mondjához. Most Attila temetésének két mondai hagyománya van, ez lett volna a következő tétel, ha nem kéne fél órán belül befejezni, hogy elmondom az egyiket, elmondom a másikat, elemezzük az egyiket, elemezzük a másikat, és megnézzük, hogy ennek fényében az Attilaság éppen abban az időszakban hangsúlyosan, amelyet vízöntő rejtély időszakot nevezünk, hogyan működteti a kárpáti magyar. De mi most ettől el? Hogyan működik a kárpáti magyar haza a legnagyobb léptékben? Mert ennek a megértéséhez munkatékben van semmi nem az. Mindössze egy az. Tudni kell azt, hogy a kárpáti magyar haza, amit egyszerűsítve rajzolnak, ez a lényeg ott van. A lényeg ott van, ez egy egyetlen bejárattal rendelkező csodálatos, magukhoz záródó képlet azt is lehet. Ugye ez az egyetlen bejárat az Adria felől van, ez nagyon fontos számunkra. Nem véletlen, Szent László meghódoltatta Horvátországot és Dalmáciát. Pontosan tudta, hogy milyen fontos ez a kivezető vagy bevezető út. Pontosan tudta. Ennek mindig nyitva kell lennie. Erre egyébként némi neműleg még Orbán Viktort is figyelmeztették, mert ő elkezdte a horvátokkal való kapcsolatot nagyon-nagyon jó építeni. Hát, hogy most mi történik, azt akarok. Ezek nem véletlenek. De nem ez a lényeg. Föl kell tenni a kérdést, hogy hogyan telepítették be ezt a hazát, amikor ide a szkíta, ahol magyar népek, illetve ez egy nép, egy nemzet, a szkítaágnál és a magyarág megérkezett. Pontosan lehet tudni a krónikás hagyomány, hogy mindig két ágban érkeztek, sohasem egyben. A felső ág, amit neveztek egyébként fekete ágnak is, vagy neveztek, ezt már mondtam, felső ág, mindegy, a három nemében a Vereckei három keresztül. Az alsó állam fehér állnak is neveztek, mindig a Alduna térségén keresztül érkezett. És így is telepedtek le két állam. Mert beszélünk fehér szkítákról és fekete szkítákról. Beszélünk fehér vagy keftali tagokról és fekete. És beszélünk fekete magyarokról és fehér magyarokról. A fekete magyarok a felső vagy fekete Magyarországban. Fehér magyarok alsó, vagy fehér Magyarországra települtek. Ezek nagyon jól nyomon követhető letelepedések a hagyományból, ezért be is lehet őket rajzolni. Én most berajzolom őket, úgy, ahogy nagyjából a letelepedés történt.
Gondolom nem ismeretlen a táblán ez egy őskép. A duális világ működésének őskép. Mi sajnos nem magyarul ismerjük, hanem ugye így szokták nekünk ezt tálcában. Hát elég sok kínai van már Magyarországon. Lehet, hogy erre készítettek fel minket, hogy szép lassan tanuljunk kínaiul, meg kell szokjuk, hogy ez lassan Kína ország lesz. Ez nem hínlang, ez nem pakuajel, hanem ez kárpáti magyar letelepedésének ábrája. Egyébként a Duna többé-kevésbé követi ezt a vonat, csak többé-kevésbé, mert egy kicsit nyugatabbra folyik el a függőleges vonat mentén, mert nem pontos ez a rajta, nagyjából erről van szó. Fehér Magyarországon természetesen Fehérvár központja, míg Fekete Magyarországnak természetesen Dunafehérvár és Csíksomjól a kettősség. Pontosabban ez egy hármas, mert ebbe Budvárt és környékét is be kell vonni, mint hogy a Pilisben is egy hármasság mentén gondolkozik tovább ez a pólus. Ez a két pólus csak akkor tud jól működni, ha együtt működik. Vagyis ezt az országot úgy lehet a leggyorsabban tönkretenni, ha elválasztjuk a két pólus. Én a Szent Trian nem mondtam elég hangosan, pedig mindjárt június 4-e van. Egyébként, hogy milyen fontos ez az év. A kozmikus erőkre való ráhangoltság és érzékenység tekintetében innen is lehet tudni. Mondjuk azt, hogy 1456, 1956, 2006. Aki számmisztikával foglalkozik, tudja, miről beszélek. Mondjam azt, hogy június 4-én mi van? Pünkösd vasárnap. És mi volt június 4-én? Pontosan lehet érzékelni. Nem akármilyen esztendőben vagyunk. És a következő már itt fogottak, mert 2008 még inkább kitüntetett esztendő lesz. Hogy miért majd arról is essék szó, lehet, hogy nem van. Ha a szellemiség szintjén tájékozódunk, és a szellemi erőkre utalunk vissza, világos, hogy ebben az esetben a Kárpát-medence egy emberi koponya alakját ölti. Közhely, amit mondok, mert mindenki ismeri. Ebben az esetben a pólusa, a központja, az a Pilis lesz. Miért? Azért, mert a Pilis a fejtetőt jelenti a régi magyarban. A régi tártos hagyomány úgy tartja, hogy aki tártosnak született, a feje tetején van egy kis dombocska, egy kis kiemelkedés. Ezt a szemkonazomászkét meg rendre ábrázolja. Ez ugye érthető, hogy micsoda? Mondom más néven. Ez a Koponyák hegye. Világos? Hol van? Ha a magyar szent korona fejre kerül, hol van a kereszt? Megváltó király. Ha a lélek szintjén akarunk tájékozódni, ez a legfontosabb, ne felejtsük el, a teremtés a lélekből indul, nem a szellemből. A lélek volt először. És amikor a lélek kiteljesedik, akkor lesz belőle szellem. Amikor fölismeri, hogy ő lélek, az már a szellem. Ezért van áthallás a Spiritus Sanctusnál, amit fordítanak szent léleknek, és megfordítanak szent szellemnek, mert hogy maga a Spiritus a szellemet jelent, és nem lelket. Nem félrefordítás, ez eredetileg egy principium van. A kezdet, a lélek szellem, ami akkor teljesedik szellemünk, amikor önmagát fölismeri. Ez a mindent látó szemnek a jelképe. Ezért a lélek a kezdet, és a lélek a legnagyobb. Mert a lélek hogy működik? Azt mondja magáról, én csak közvetítek a szellem és a testnek, holott ő a középpont. Mert itt van a középpont. Mert mit csinál a lélek? Mert mit csinál a szeretet? Sohasem uralkodik. Sohasem uralkodik. Óvakodjanak az olyan táltostól, aki azt mondja, táltos vagy! A szeretet sohasem uralkodik. Hamis profétákkal meg tele van a világ, jelenések könyvében van. Az igazi szellemi embert onnan lehet megismerni, hogy szerény. Onnan lehet megismerni, hogy áldozatos, mert a szeretetből indul ki, és oda is kanyarodik vissza. De ez Pál apostol már nem szív. Ha pedig szív, mert ha mi 90 fokkal elforgatjuk a kárpáti magyarhozát, egy szív, emberi szív alakulhat át. Akkor a központ dobogó. A Pilis azért kitüntetett hely, egyébként önmagában nem áll meg.
tévedés azt hinni. Ezt a pestiek szokták hinni, mert pestiekként mellöngető típusúak. Mi vagyunk a pestiek, itt van a Pilis, ha-ha-ha. Ti megvagytok a vidékiek, nektek nincs Pilisetek, ha-ha-ha. Igen, ám csak, hogy a Pilis önmagában nem tud működni. A Pilis csak akkor fog működni, mert ma nem működik. Szétvert állapotban van. A Szentgyörgy lovagrendet Károly Róbert azért szervezte, szétverik a Pilis. Ezt folytatták a törökök, ezt folytatták a Habsburgok, és nem sorolunk tovább. Úgyhogy mára teljesen szét van verve. Ez a Pilis csak akkor fog működni, ha Kárpát-medence összes szent helyét működtetik. Csak akkor fog. És bizony a kulcs itt van vidéken. Ezt a Fekete Ország színűségből lehet. Mert Fekete Országban van a kulcs. És nem a Pilis, nem van a kulcs. És nekünk kell ezt a kulcsot megtalálni. Ez a sárkány 7. fejében egy kapszula van, és abban van. Ez egy harmadik előadás témája, majd a Fekete Ország. Szegény vendéglátom, itt már csak nagyon akar bólogatni, hogy ráerőltetem magamat a kecskeméti maga társaságra. Ha pedig a testiség szintjén akarunk tájékozódni, akkor mi lesz? Mindig is úgy hívták ezt az országot a magyar néphagyományban, hogy Mária Áldottörő. Ez a Kárpátokörő. Mária Áldottörő. Ezt még a középkori nyugati térképrajzolók is tudták, ők nem Máriát rajzolták, hanem Európát. Itt a tűroszi király kisasszony, akit Zeus ugye elrabol, és Krétára visz, hogy szeretkezzen vele. Nem is ez a lényeg, hanem a méhét mindig ide rajzolták a Kárpát-medencét. Ők is tudták, hogy itt a méhen működik a Földön. Nem csak a szíve, nem csak a fej teteje, hanem még ráadásul, hol lehet mindent összehangolni? Hol lehet a hármat teljesíteni? Hol lehet átlényegíteni ezt az anyagi világot fényé? Csak ebben az országban. Csak ebben a hazában. Ez ennek a nemzetnek a dolga, mert népe Krisztus a Magyarország. Népe Krisztus a Magyarország. Tudunk Krisztus lenni? Csak azt kell tenni, de azt kell. Ha pedig Mária öle, mi fogom benne? Jézus Krisztus az igen. Egyébként van még egy formai analógia, a magyar cipő. Pontosan mi néz ki a Kárpát-medence, mint egy szelekszik. Ha pedig cipő kenyér, ha pedig kenyér, testőre. Úrszág azt jelenti, az Úr élő teste. Aki föl fog támadni, de csak egyetlen esetben. Előtte keresztre feszít. Ez volt Lia. Tudom, itt történik a célszó. Csak nekünk ezt tudni kell. Csak akkor támad föl, ha előtte keresztre feszít. Négy részre vettek az ország. És mi a szent helyek jelentősége? Zászló, megígérem. 2012-ben nagyon nagy van lesz. Ezt mindenki tudja, hogy szerintem az országban mindenkinek könnyökén jön ki meg máshol. Ennek egy része a pólusváltással kapcsolatos. Mit jelent a pólusváltás? Azt jelenti, hogy lebomlik a Föld a jelenlegi mágneses struktúrája, és kiépül egy új, de nem szerdáról csütörtökre. Egy csomó idő eltelik, amíg nincs mágneses tér. Mi történik ekkor? Képzeljék el! Kozmikus sugárzás eléri a Föld felszínt, és megpróbálja sterilizálni az életet. Aki mégis életben marad, az mire számítson? Mire számítson? Törlődik a rövid távú memória. Ez nagyon szélsőséges esetben azt jelenti, lefeküdtem is, tudtam ki vagyok, fölkeltem is, fogalmam sincs ki vagyok. Ennél sokkal rosszabb, hogy fogalmam sincs, mi lesz kerül. Újra kell kezdenem mindent megismerni. Ezt úgy nevezik majd, hogy jön a pattintott kőkorszak, aztán jön a csiszolt kőkorszak, aztán jön. Mert volt már ilyen újrakezdés. Háromszor. Ugyanis kicsi, nagyon szép eszközöket találnak olyan földtani rétegekben, amelyek idején nem is volt még ebben a földtani. Ott vannak a szerszámok, meg a láblejánatok. Mert volt már három ilyen újrakezdés, és most van a negyed. Három a magyar igazság előadás. Összeszedjük végre magunkat. Hát ez az utolsó. Pontosan lehet tudni, hogy ez. Majd egy korszak kezdődik. Annak, aki itt van. Ugyanis a vízöntőnek két jelképe van. Keleten majdnem a vízöntő, ne felejtsük el. Nyugaton pedig fiatal ember, férfi ember, aki egy dézsából önt jelzett. Ide kívánkozik az evangélium idézet, úgy föl, új ég részen én az életvizét hozom. E között a kettő között lett választani. Valaki vagy ebbe az irányba megy, vagy a majom irányba megy. Kissé viccesen szoktam mondani, el lehet dönteni. Van, aki idétlen lesz, van, aki pedig időtlen lesz.
ez a két lehetőség. Ez a két lehetőség van, ugyanis itt időszakadék fogadja az arra érdemes, erre majd a következő alkalommal lesz szó. Ez a vízöntő rejtély működésének a sajátosság. És most az emberiség szétválasztása történik. Egészen 2012. Akkor ez lezárt. És mindenkinek addig el kell menteni a voltaknál. Nem kevesen. De ez csak egyetlen egy dolgon mondjuk. A bárkán. Mert ebben a bárkába kell használni. Ez pedig maga szín. Hát szép kilátások. De hogy van remény, ezt mutatja az imádság, amely befejezem a mai előadást. Hát hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isten örök igazságban, hiszek Magyarország felszabadásában. Ámen. Köszönöm szépen a figyelmet.